egészen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a Magyar Rádiózás udvari balandjai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Szevescsén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. 6 óra után 10 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello! Feri, jön a Jani is, itt vagyunk már. Csütörtök. Mindenki itt van, csütörtök van. No para, no fosó. No fosó. Olyan no vihar fosó volt a Balatonon éjszaka, gyerekek. Nálunk meg reggel. Hát nem aludtam, csak így volt a hallottam. Ja, vagyok. Gyönyörű idő volt, mentek a viharjelzők. Mondom, mi a franc történik, hogy mondom, sehol egy felhő, és már extra gyorsan mennek a viharjelzők. Na fél óra múlva Tihany felől olyan vihar jött, hogy leszakadt az ég, óriási szél, még ma reggel is, ahogy jöttem el, láttam, hogy eléggé fújja a fákat meg a vizet, úgyhogy gyerekek. Náluk is reggel, kicsit át kellett alakítani a reggeli bejövetelt. Nekünk a kertet alakított át. Igen? Eléggé, aha. Elvitt ezt azt, érted, a medencét, a Balaton felét, ilyeneket. De mi, összen a szél dobált valamit, vagy a növényekben is? A vízparton a víz olyan, hogy az mindent felborít, tehát aha, az brutál. Aha. Tényleg nagyon erős, sokkal erősebb, mert fölmész a partról, és 100 méterrel már nem is érzed, hogy fúj a szél. Megdőlt az azimut. Fölborult a hajó, igen. Fölborult a 70 lábas, ami ott van kikötve. Jó, de nem használod, csak néha isztok rajta egy fröccsön. Hát néha, persze, nem megyünk ki. Megfogja a napot. Lehet az árnyékába. Meg a szellet is kéne, hogy fogja, de ahhoz viszont túl kicsi volt. A víz felől nincs, ami megfogja. Nincs, ami megfogja, bejön a szél, bejön a víz is, úgyhogy jó nagy vihar volt éjszaka. De csak átmeneti, mert hogy 30 fokokat látok most is, gyönyörű időt. Na, most meg már sehol nincsen szél, egyébként alig van felhő is az égen, mondom, reggel is. Mi úgy szoktuk, hogy reggel mindig átszellőztetjük, akkor nyilván nem vagyunk ezzel egyedül az országban, átszellőztetjük a lakást, Mónival felkelünk, ablakok kinyit, stb. Hát most kinyitottam az ablakot, egy pofámban rögtön jött az eső, iszonyat szél volt, tök felhős volt, azért nem mondom, akkor a bringázásnak kb. Ennyi. Aztán ez lett a vége. Gyűjtem rollerrel. Egy kis mini front, ami átszaladt szerintem, de hát jó lesz, mert hogy 32 fokot mondanak, majd vasárnap jön valami hideg, jövő héten visszahűlünk egy kicsit. De az se lesz vészes egyébként, csak egy picit lejjebb. Egyébként meg nem is baj, hogy egy kicsit kifújt az állott levegőt, meg a port a városból, meg egy kicsit hűtött is, mert azért a tegnapi nap nagyon ütött. Az volt szerintem a héten a legdurvább. De már állítólag ma meg 40-et mondanak, hogy megy még följebb. Tehát, hogy most van, egy kicsit lesz, igen. Visszahűlt, most olvastam valahol. Na, megnézzük. Ilyen csúcsot fog menni az időjárás. Tegnap itt egy fóliasátorban másztunk volna. Mondjuk rohadt jól másztunk, meg nagyon jó kis még program volt. Igen, de jó volt, de szeretem ezt az új termet. De azért, na, szakad róla a víz rendesen. Hát ez a mászás, a ezt, hogy én egyszer megértem, Jani, tegnap, vagy tegnap előtt mutattad meg ezt a... Mi csodát? Gyors mászókat, az olyan durván nyomják. Hát figyelj, hogy van két ugyanolyan kiépített pálya, ugye ugyanolyan azok a fogások, van egy alapállás, azt nem tudom, azt meg kell, ők választják meg, vagy ott megmondja a versenyigazgatóság, nem tudom, hogy fölteszik mind a kettőt a kezüket, meg egyik láb. Alapvetően ez ugyanaz, mert az az optimális. Figyelj, elindulnak, és 7-es másodperc alatt. Nagyon durva. Fönn vannak 30 méteren, de nem, hát nem hittem el. Nagyon durván mennek, igen. Elképesztő, azt hiszem, hogy harmadikán indulnak. A sportmászó. Olimpia? Ez olimpiai sportág? Igen, most először. Menő, de ott nem vagy. Sajnos magyarok nincsenek még ott, ebben a sportágban még nem vagyunk ott, de egyébként nagyon sok mindenben. Nehézség mászásban, bocsánat, jobbak vagyunk. Aha. Na, beérik ez is. Ez ugyanolyan, mint a bringa. Hát pár évvel ezelőtt gondoltad volna, hogy lesz negyedik olimpián. Ugye, itt ez tipikusan olyan sporták, hogy terem nélkül, pálya nélkül ez nem megy. Tehát, hogy igen, és viszonylag kevés olyan műfal van Magyarországon, olyan kiépített gyorsmászó út, ami elérné mondjuk ezt a 20 méteres magasságot. A vezessük be az olimpiára. És nehéz úgy gyakorolni, hogy 20 méterig kell mászni, te meg 17-ig tudsz gyakorolni. Tehát oda még ott azért van. A cseresznyefára való mászást. Abba szerintem legények vagyunk. Abba a legnagyobbak vagyunk a világon. De hihetetlenek a srácok. Nagyon komoly, érdemes rákeresni, aki nem látott még ilyet. Kaszkebélyben nem is függőleges falon másznának, hanem ilyen döbbenet egyébként. Mint a négykézláb, egy nagyon jó sportember, négykézláb egy lefektetett pályán. Amit egy aztán fölállítanak a képet. Lefutna, ugye? Ezt levideózek, és akkor elfordítják egy negyedre. Tényleg durva belegondolni, hogy egyébként a futó tempóban sem rossz.
Amit ők sebességben az, amit nyomnak. Ők kézzel lábbal hoznak a függőleges falon. Valaha úgy futnak. Ugye? Vasárnapra jön az eső, hogy izgalmasabb legyen a Forma 1, Barnabás küldte nekünk. Tényleg, magyar futam, gyerekek. Magyar nagy díj. Zárt kapu, nyitott kapu, jöhetnek nézők, biztos jöhetnek. Mi tudunk? Biztos jöhetnek. Jönnek? Hát, én nem olvasom semmilyen korlátozásról. Nagyon, nagyon, nagyon jó lenne egyébként egy teltházas. Kinek? Hát, a Forma 1-ben. Igen, gondolom, nekünk is szerintem nagyon ki vannak rá éhezve az emberek. Bár ha belegondolsz, hogy ülsz egy ilyen autóban 300 km/h sebessége, tehát hogy olyan sok nincsen, hogy hajrá, Kimi! Igen. Ugye, hogy nem hallasz semmit belőle. Igen, valószínűleg az érzésben meg az eredményhirdetésnél érzed, igen. Egyébként olyan nagyon nem számít bele, mint mondjuk, ha mint a vízilabdázol, vagy vívsz, vagy úszol, mert azért az a feeling, ami ezzel jár. Figyelj, szerintem az, aki mondjuk így a pedokokkal szemben tud magának jegyet szerezni, azok körülbelül ugyanazt élhetik át. Jó, nem, nyilván nem, mert ugye a teniszben mindent látsz. De amikor egy-egy ilyen világnagyságnak, egy-egy ilyen csilliárdos csapatnak a csillogás, villogás meg a sztárság közelében lehetsz önmagában, szerintem ez óriási. Tehát, hogy látod azokat az embereket, akiket mit tudom én, például a Drive to Survive-ba, te láttál nyilatkozni, látod őket egyébként a címlapokon, látod őket az eredményhirdetéseken, és látod őket itt szemből. Tehát nagyon jól tudod, hogy ez egy olyan sport, ahol iszonyatosan sok pénz összpontosul. És így ott vagy ennek az egésznek a közelébe. Szóval ezért mennél, akkor most... Tehát is egy elit sport, de szerintem Forma 1 is valahol. Most segítek, ha ezért mennél, hogy lássad ezeket akkor a csalók, akkor ne vegyél gold jegyet, mert ugyanis semmit nem látsz. Nem látsz, nem lehet. Hát gyakorlatilag szemmagasság fölött igen, egy bukós sisakot látsz. Mindig olyan szerencsések. De például az, hogy dolgozik a csapat, az oké, az nem. Azt látod, de az marha jó. Én ültem ott, meg voltam benn is, tehát ez a része, ez nagyon jó látni, azt a melót, meg mégis ott vannak előtted a csapat. De ha valaki azért vesz magának egy ilyen GoTribune jegyet, hogy majd közelről aha. látja bármelyik sportolót, az tévedni fog, mert semmit nem fog belőlük látni. Most kicsit vakon repültem, mert nekünk mind a kettő megadatott, hál' Istennek, tehát hogy ugye voltunk mi is ugye a pedokok közelében, és kószálhatunk hátul is, láthatunk pilotákat, és megültünk a GoTribune-ön is annak igen. idején, úgyhogy jó volt. Ja, jó de volt. Jó dolog. De érdekes, hogy egyébként akkor nem értékeltem ennyire. Kellett ez a sorozat ahhoz, ez a Netflix-es sorozat, hogy elkezdjem értékelni ezt a sztorit addig igazából elment mellettem. Igen, hát én sem vagyok nagy Forma 1 rajongó, igazából. De az jó az első volt. Ezeken mennyi kábel van ezeken a vívókon? Azt nézd meg, oda nézd, igazítják a hátát. Igen, meg annyira idegesek, tűhösek, ledöfnek a másikat, nem húznak vissza. A pont ezt konkrétan amikor már izé van. Én azt hittem, hogy húzzák őket vissza. Mutatják az M4 Sport élőn, hogy valaki a magyar versenyző, aki éppen vív, nem tudom milyen, hány közé, meg mit csinál. Hogy hány kábel van rájuk akasztva hátulról, érzékelő kábel, zsinór, drót, mindenféle dolog. Gondolom ugye a sisaknak az érzékelője, igen. a pásthoz is hozzá van kötve. Döbbenetes. Gyerekkoromban konkrétan azt hittem, hogy a távolságtartás miatt van ez, tehát hogy ne tudjon tovább menni, azért van a hátán a kábel. Én ezt hittem gyerekkoromban. Most már ugye nincs, most már adóvevősek, de régen kábel volt. Ez úgy volt, igen, hogy feszült a kábel, és húztad magad után, és igaz van, Janinak szerintem mindenki azt gondolta, hogy nehogy az legyen, hogy megharagszik a másikra, odafut és leszúrja. Egy gyerekfejjel így néztem, hogy vakargattam a fejemet, és erre a következtetésre jutottam. Valószínűleg ezért ne szaladjon le a pástról. Érteni én egyszer, hogy mi történik itt a vívás közben. Hát az attól függ, hogy mit nézel, ugye? Elfoghatatlan, hát egyiket se igazából. De hogy különböző felületek azok, amik az megvan. Találatnak érnek. Igen, az megvan, hogy a kard, meg a párbajtör, meg a mit tudom én, az hol találhat, meg hol nem, de hogy valójában milyen szúrások, vágások, hárítások zajlanak közben, fel sem fogom. Tehát nem is érted magát a mozdulatsort, nézd meg. Hogy támad, hogy véd, oda, föl, le, nyit, páf. Maga a fegyver is nagyon érdekes. Felfoghatatlan. Hát ugye az eredeti párbajtőrnek teljesen merev volt, ugye, ezek az úgynevezett ilyen kígyó lesőnek teljesen merev volt a pengéje annak idején, tehát ez egy gyilkos fegyver volt. Csak szúrása, igen, történt egy sportsérülés, így van, de hogy az évszázadok során ez lett belőle. Igen, tényleg nagyon érdekes. Láttatok már például markolatot? Igen. Ilyet? Nem. Hogy ez nem egy olyan, nagyon mint amit néztük. Elképzelsz egy kardmarkolat, hogy így megfogod, hanem a kettő ujjadat bele kell dugni, és azzal fogod meg. Nagyon tényleg? Igen. Hát én nem nevezném vívást, nem mondanám azt, hogy vívtam, de egyébként te voltál igen. néhányszor. Csak én karddal. Tehát én kardos voltam, vagy kardozó voltam. Nekem volt egy pár martőrös csajom is. Kossa utcai általános iskolában. Meg is van azóta kardom.
És még egy pár dolgot itt tudok is vele, tök érdekes, hogy belém verték ezeket a dolgokat. Menő. És néha előveszed, leporolod, megnézegeted. Gyere, Mónika! De tényleg egyébként, figyelj, megmutatom. Na, az állás, figyelj. No, de miért hagytad abban, vagy miért? Elég volt. Apám mondta, hogy... Átiratott apám cságáncsozni. Igen, szasz. Mondta, hogy ez nem elég férfias. Mert tudod, ilyen tulipános fanfanokon nevelkedtem, azt hittem, hogy olyan vívó leszek. Csász. Jézusom. Hát nagyon vicces vagy. De ez most mi, amit csinálsz? Mert most magad... A integet. De mi az, hogy kvárt... Ezek a védések. Ja, hogy kell kivédeni. Kvárt, kvintert, szekond, azt hiszem talán így mondja. Menő. Aha. Ennyi év után nézünk. Ez kemény. Igen. Olyan egyszerűnek igen. Néz ki, nem? Azon sportok, amire azt gondolnád, hogy megfogod a kardot, és hogy valamit hatonálsz, hogy biztos bevinnél egy találatot. Sansztalan vagy, mi? Sansztalan. Semmi. Kipróbálnám egyszer egyébként. És tök jó volt, amikor megtanítottak nekem ezt az alapállást, meg azt, hogy egyébként hogy állunk fel egymáshoz szembe, meg hogy kvárt, kvintert, szekond, és utána pedig fél éven keresztül szurkáltam egy zsámolyt. És ja, mondtam, igen, az sokan abba hagyják ott, mert hogy... Kitörés. Kitörés. Újra kitörés. Kitörés. Béla bácsi, lehet te más? Kitörés. Janika, kitörés. Kitörés. És akkor mondod, hogy elég. Kitörés, és akkor hát mondom, áll szemben egy, ráadásul nálunk csak párbajtörőzők voltak, én voltam az egyetlen kardos, na most gondold el. Kitörés, amíg kitalálunk valamit a kisgyereknek majd egy fél év múlva, hát ha valaki még nem lehet, hogy apád nem fizette a tagdíjat, és én könyörületbe jártál, az nem volt a bünti. Ez volt a bünti, hogy apád egyébként nem fizette be. Fél disznóval fizetett, és akkor nem vágtunk. Mondták, hogy Jani, figyelj, az van, te nem tudod ugyan, de a kis csávónak az apja fél év nem fizetett semmit, állítsátok oda egy zsámolyhoz, aztán küldje a kitörést, amíg papa nem hozza be a tagdíjat. Volt valami kis mókolás a háttérbe. Apád úgy érezte, ezért nem fizet. Ez nem elég. Igen, ebből nem lesz így ember a gyerekből. Akkor te fél évig a kitörés gyakorlod. És még szerencsés voltam, mert a fater megvette a kardot, ami akkor nem volt ám egy olcsó mulatság. Tehát, hogy megvette szépen a kardot, és nem valami bottal kellett szurkálnom a zsámolt, hanem én nagyon menő voltam. Tehát, hogy volt rendes fegyver. Meg is van egyébként mind a mai napig, nap mint nap látom, szépen lemegyek a pinyóba, bringálkozok, oda van támasztva a falnak. Van ennek tokja, vagy nincs. Hüveje? Ennek nem volt. Ennek nem volt. Ennek nem volt, vagy apám nem vett, mert az már plusz 5000 hülye vagy. Plusz 5000. Na jó van, gyerekek. Egyébként minden oké, minden rendben. Egyébként igen. Minden. Tökéletes. Nem tudom, láttátok-e, hogy Milák Kristóf óriási mémmé nőtte ki magát az olimpiai. Igen, a világ legboldogtalanabb olimpiai bajnoka. És gyakorlatilag nem nálunk, tök érdekes. Hát nyilván ugye a hazai hőst nem merik megpiszkálni a mémgyártók, de a világ minden táján elindul, hogy nézzétek meg a férfit, aki éppen most nyert olimpiai aranyat, és egy csomó mém született a csávóból. Ugye, mert ő hát szegény, egy ilyen világrekordot akart úszni, tulajdonképpen nem is az aranyért ment, az járulékos költsége a dolognak, és hát az egész világ ezen röhög, hogy a csávó ott már tudja, hogy ő arany olimpiai bajnok lett, és hát így szomorúan ül egy kádvízben. Igen, mert elment neki ugye már előtte minden szegény, lekést a melegítés, csúszásba került, hát szétesett. Na jó, de akkor is megnyertél, érted egy olimpiát. Így esek szét mindig. Igen, így hogy közben így leszek az első. Ja. És ugye láttuk, hogy a második, meg a harmadik helyzet, hogy reagált a második és a harmadik helyre. Az ember nem örült úgy még ezüstéremnek, meg bronznak, ahogy ő örültek. Igen, Miláknak most ez nem ment. Az öröm rész, de nem baj az. Azt hiszem ma is úszik, talán ma 100 pillangót, és azt mondják, hogy lehet belőle még egy arany. Komolyan? Igen. Igen, nem az az ő távja, hanem ez a 200 volt az ő távja, de azt mondják a szakik, hogy elméletileg abba is meg lehet, mert hogy annyira jó formában. Nagyon jó. Az lenne ugye a hatodik érmünk, mert most már ugye van két aranyunk, egy ezüstünk és két bronzunk. A két bronz az Tóth Krisztián Cselgáncs. Nagyon jó, gratulálunk, ki férfi 90 kiló, illetve a férfi vívó karcsapat. Szép volt az is. Decsi, Gémesi, Szatmári, Szilágyi. Az ők bronzot hívtak. Igen, a bronzosok. Igen, az ezüstérmes, ez pedig Siklósi Gergely. Hát figyelj, vívásban nagyon ott vagyunk, úgy tűnik. Igen, azért így csurdogálnak az érmek. Igen. Tehát, hogy azik, akiktől így vártuk, azért azok Áron így azért jönnek. Csak behúzott. Hogy állunk most az éremtáblázaton? Így. 13-ok vagyunk. Aha. Hát igen, Japán, Kína, Egyesült Államok, hát azért. Na, de mekkora országok, mekkora sportkultúrával, milyen GDP-vel. Olyan országokat utasítunk magunk mögé, mint Grúzia, Szerbia, Románia, Svájc, Koszovó, Horvátország, Szlovénia, Ekvádor, Irán, ezek mind mögöttünk vannak. A híres Ekvádor.
Ecuadori sport, hát az Isten ilyen megy neki. Jaj, gyerekek. Most gondolkozol, hogy melyik rész? Én a híres Ecuadori. Erre már ráfutottunk, mert kiderült, hogy nagyon jó, ugye, tollasból. Jó, de hát az ázsiai. Indonézek nagyon jók tollasból. Az ecuadoriak nem tudom, miből nagyon jók. Valamiben biztos, hogy jók. Hát ott vannak. Most meg nem mondom, hány aranyér, mikor talán egy. Hozzunk valamit? Na, vagy a kávéban van valami allergén. Mindig a kávétól tüsszögök. Igen. Aha. Szóval bizony. Nem flektor? Itt kell egy kis flektor. Ilyenkor jó, de hozz egy kicsit, hogy elzsibbadjak. Kerítsd elő a szívfodrászt azonnal. Úristen, ezzel a tegnapi beszélgetéssel kapcsolatban is milyen kommenteket olvastam, hogy mi mosdattuk Árpa Attilát. Hogy én valaki olvasom. Ennyire, de hogy ne, hogy tényleg, hogy valaki ennyire ne értse ennyi év után se ezt a műsort, meg az iróniát, meg a szarkazmust, meg hogy egyébként két szóból kiderül egy rutinos hallgató számára, hogy mi az álláspontunk egy témával kapcsolatban, meg hogy hiszünk, nem hiszünk, hogy állunk hozzá. De hülye mindig van, tudod, hát az a teljesen tudjuk, nem felszínen se hallgatja, nem érti, fölhívjuk és röhögünk vele, akkor mi biztos mosdatjuk. Egyébként meg hát, ha így gondolja, így gondolja. Nem akarunk mi igazságot tenni az árpaügybe sem, csak kíváncsiak voltunk, hogy mit mondott. De hát a szírfodrász, akinek hátfájdalmai vannak, és a TB-je azért egy nagyon szerethető történet egyébként. És igen, ezért porformában flektort kellett neki szerezni. Igen. Meg is lett a Fülöp-szigetek első aranya, meg is kapta ő, hogy a 600 ezer dolcsit. Ő róluk olvastuk a 600 ezer dolcsit? Nem, az egyébként Indonézia igen, volt. Igen, és de hát a Fülöp-szigetek az nem ugyanaz. Az 7 valamennyi igen, volt. A Fülöp-szigetek? A Fülöp-szigetek? Nem, az Indonézia volt 7 valamennyi. A Fülöp-szigetek, akkor ezek szerint 600 ezeret ad. Az se rossz. Hát nem gyenge. Sőt. Igen, az indonézek tsunamiben jók. Köszönjük szépen, egyébként tényleg így van. Igen. Na, azt mondja, hogy igen, tegnap hallottam a TV2-n, hogy te lettél a legkeresettebb műsorvezető Magyarországon. Ez két dologban téved, hogy a TV2-n ezt nem mondták be, és nem a legkeresettebb. De egyébként igen, köszönjük szépen, ez SMS is rendben. A legkeresettebb annyiból igaz, hogy a Kolosi Péter nem mindig éri el telefonon, igen, amikor nagyon szeretné vele megcsináltatni a második részét, a kicsi óriás. Igen. Akkor az egész mindig nagyon keresetté válik. Az egész RTL engem keres akkor, de sose veszik fel a telefon. Na jó van, gyerekek, elmegyünk akkor hírezni. Jó, 2-2-re állunk, lehet jelentkezni játékra. 86-76 az összesítés, illetve 86-78, tehát ez nagyon szoros most még. Jó, és aztán jövünk, úgyhogy jelentkezzetek játékra. 3 perc van, pontosan 7:30. Vél 7 múlt, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. És azt nézem, igen, mit nézek, indexiket, azt most nem, köszönöm igen, szépen. Igen, a lányokat becsukom. Lányokat még nem nyitottam meg, de szóljál, ha valakit meg kell nyitni. Hát. Vannak új találataid? Vannak. Meg Oroszországból ismét? Igen, és mivel egyszer-kétszer a Moni telefonján is rákerestem, ezért most már neki is dobálja fel őket, nagyon érdekesen néz ki. Nagyon érdekesen néz ki, hogy a keres. Hát ez a keresési előzmények, ugye az Instagram másképp néz ki. Tehát, hogy egyszerűen ugye, elkezdesz valamire keresni, akkor már dobja föl neked ezeket az opciókat, a mindenféle opciókat, és hát most itt a kutya kiképzős és műkörmös videók mellé beköszönt egy-két. Végre tágítottál rajta. Mutatósabb jányka is. Nagyon helyes. Uh-huh. Igen, azt megjegyzi az Insta. Na most nagyon örül neki. Sőt, az egész Insta kicsit ilyen TikTok irányba megy, igen, tehát, hogy a videókat igen fogják majd elsősorban jobban megnyomni, és a videókészítésre ösztönöznek, tehát így a TikTokkal akarják felvenni a versenyt. Tartalmilag szerintem egyébként ez egy elég nagy csapda, mert ugye elkezdesz, hát nyilván mindenkinek megvan a saját érdeklődési köre, elkezdesz ebben keresni, és onnantól kezdve csak ilyen jellegűeket dobál fel neked. Csak semmi más, pedig egyébként tele van jobbnál jobb oldalakkal. Zsüllel szoktunk egyébként küldözgetni egymásnak nagyon jó kis fotós oldalakat például. Szenzációs oldalak vannak. Tehát annyira el lehet benne veszni, hogy ez hihetetlen. És ilyen nagyon kevés követő, tehát azt látok, de mindig lányokat fotóznak? Nem, most hogy éppen Zsüle kihat laktanyákat szoktunk például, meg így a Szovjetunió milyen szép az életet, maradványai. De tényleg. Ilyen félelmetesen, és mostanában elkezdtek dominálni az általatok is tökre kedvelt drónos felvételek. Olyan elképesztő fotókat csinálnak, félelmetes. Tehát, hogy így egyszerűen nem tudod, tehát, hogy fotózhatsz lentről vízszínbe, amennyit akarsz, sose lesz olyan.
fantasztikus képek vannak. De engem is egyre inkább érdekel ez a dolog, pont azért, mert nagyon jó képeket lehet vele csinálni. Mi most megyünk bringázni majd az északi parkra, Csobáncvárára, és viszünk drón. Nagyon és jó. Az lesz a következő, hogy drónos, drónos képekkel megyünk. A Csobánc nagyon jó. Nagyon tere bringára, jön mögöttünk a drón, bekalibráljuk, és akkor követ minket. Csinálunk egy órás felvételt, aztán majd szépen megvagdassuk, most ez a terv. Ön marad egy óráig. Hát simán, hát követ téged, persze ezek na, a DJ-ok. Na persze, persze. Menő, hát ezek is. Már nagyon jók, igen. Kínai az van összes. Egy aksivívő drón, ami elviszi neki. Igen, és cseréli is, persze. Van olyan, hogy kijelölsz egy szemét, tehát nem is kell, hogy nálad legyen a távirányító. Bekalibrál téged, megmutat, vagy be a biciklit, vagy bármit, és követ téged jön. Körözz körülötted, megy utánad. Bizonyos magasságba beállíthatod, és akkor megy. Ezek nagyon profik. Mondjuk én DJ fan vagyok, de az nagyon, azok hát azok elég jók. Ferihegy körül menni egy körül. Ott nem is tudsz felszállni. Ott nem is tudsz felszállni, azokat blokkolják. Meg mit tudom én, a kis felcsúton se tudsz nagyon felszállni. Igen. De hogy egy-két helyen van eleve tiltva. Mert ott a vaskupola. Ott a vaskupola azonnal leszed, igen. De nagyon nagy, nagyon nagy, nagyon nagy mulatság. Hát nálunk a gyerek űzi, én tőle tanulok ilyenkor. Hogy mi a melyik a jó drón, meg miért kell venni. Meg de hogy... nagyon jó. Tehát olyan, jó, hogy most nyilván nem árulok el semmi újdonságot vele, de teljesen más perspektívából látsz olyan dolgokat, amiket adott esetben már megszoktál, megszeretél. Például, hogy esetemben mondjuk a magyarországi várakat fentről, madártávlatból látni, teljesen más egy-egy ilyen síkvidéki várnak, vagy erődnek az jellegzetessége, hogy lentről olyan sok mindent nem látsz benne. Tehát, hogy így a hagyományos régi kővárak, amik egy tornyok, bástyák, stb., de a kicsit újabbak, például mit tudom én, egy megnézel egy monostori erődöt, vagy egy csillagerődöt, az így oldalról szép-szép, de ha föntről nézed meg, és látod az egésznek a kialakítását. Meg az alakzat. Meg az alakzat, hát így van. Félelmetes. Csodaszép, tényleg. Igen. Na. Vásárlás lesz ebből. Ha, az lesz. Az. Mondom, hol vegyél, mondom, miért vegyél, mindent tudok. Jó. Mi az, ami jól irányítható, könnyen irányítható, nem biztos, hogy egy DJI-jal kell kezdeni, mert azért az horror. De valami kisebb, egyszerű drónnal megtanulsz irányítani, és utána veszel egy jó pöpec kínű. Ne kezdj a legnagyobbal, azt érdemes összetörni. Minél profiban, annál nehezebb összetörni. Igen? Tehát, hogy persze, ezeken már vannak érzékelők, hogy ne repüljön neki semminek, hogy ne. Össze tudod törni, csak van rá példa. Csak van rá példa, nekem is sikerült. Hallottunk már ilyenről. Nekem is sikerült összetörni, de a gyerek az például már úgy drónozik, hogy az sanctalan, hogy összetörjön. Igen, mert nekem is kellenek már ezek az új impulzusok, mert érted, minden magyarországi vár megvolt tavasszal, ősszel, nyáron, télen, a 90-es években, a 2000-es években, a minden, tehát hogy már minden. Most jöjjön ugyanez a sorozat felülről, tavasszal, nyáron, ősszel, télen. Így van. És új életcélom van. Most gondolod, elmész túrázni, és repül fölötted egy drón. Annyira és akkor nagy. Körbe repülöd a várat, megnézed, berepülöd, kirepülöd, irányítod, látod a kis felvételt, és utána alázenéled, és vágsz belőle egy 5 percet. Hát milyen menő videó. Meg tényleg bringázás közben is mész valami gerinc túrát, és követ benneteket ez a kis gép, és folyamatosan vesz benneteket. Félelmetes. Nagyon nagy sztori. Kínaiak nagyon jók ebben is, sajnos egyébként, igen. Na meghallgatjuk, kire játszunk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, szia. Robi! Honnan hívtál minket, Robi? Sziasztok! Budapestről telefonáltam. Jó reggelt, sziasztok! Hello! Nagyon helyes. Kivel játszanál? Ferit szerettem volna már régóta meginterjúval, és végre most sikerülhet. Hát, szeretted volna, akkor én állok elébe. Ferit szeretted, és miért a Ferit, vagy miért szeretted volna ilyen régen meginterjúvolni? Vagy van valami konkrétum? Az érdekelt volna, hogy ő hogy látta itt az elmúlt időknek az éttermi vonzatában, étkezés vonzatában a dolgait, amit az a pandémia elmúlt dolgok végig szaladtak. Hogy kompletten hiszünk egy étkezés vonatkozásában a pandémia által alig végig szaladt a dolgokat. Nem úgy, amikor be voltak zárva a dolgok, hogy azokat az a vendéglátás hogy látta. Ó, hát imádta szerintem mindenki. Imádta. Na, várjátok, ezt ne beszéljétek meg, hát akkor majd műsorban. Hát, ha megbeszéltük, akkor minden is az ajándékos hányi volt. Igen, ha ilyen könnyű lenne. Na jól van, figyelj, akkor indulunk, jó? Nekivágunk akkor, Robi, figyelj. Jani? 3, 2, 1, fire! Szerinted jó azt mondani mondjuk 20 embernek, aki az alkalmazottad, hogy most maradjanak otthon és a dolgozást felejtsék el egy ideig? Az semennyire se lehet jó. Ez biztos mindenki nehezen viselte. De ilyenkor hogy kerestetek másik lehetőséget, vagy te hogy indultál próbálkozik el? Próbálkozik az ember mondjuk a kiszállításra, de itt látom, hogy te építésvezető vagy, ti viszont dübörögtetek, ugye? A kiszállítás szerint kellett? Igen, tehát az köszönjük, ott van. Köszönjük szépen. Meg is vagyunk, Ferenc.
És Robin, mondtál egy hatalmas, mondtál egy hatalmas igent. Robin, igen, igen. Bele is szaladtam rögtön. De a kiszállítás dübörgött, így van. De mint építésvezető? Tehát valamit fejlejárt? Hát általában ott ugye kint a terepen azért, meg sokszor előfordul, hogy ilyenkor inkább rendelve van a történet. Ja, hogy ez a kiszállítás. A szaladós időben, ilyen értelemben, tehát valami gyors futáros dolog szokott ilyenkor előfordulni. Nem mindig adódik meg az a lehetőség, hogy délfél egykor az ember leüljön ebédelni. Tehát az azért egy szaladósabb ipar. Aha. Jó, Robikám. Kicsit elmentünk egymás mellett, Robi, de semmi baj. Én kettő perce fogalmam sincs, hogy miről beszéltek. Arról, nem tudok fölülni erre vonatra, mert nem értem. Volt már játék? Ja, mi van? Miről, mi a téma? Mert én arra kérdeztem rá, hogy ugye az éttermi szektor úgy, hogy összeomlott, de az építőipar dübörgött, erre Robi elmondta, hogy dübörgött, mert kiszállították maguknak az ételt. Ez valami egészen megdöbbentő. Nem úgy maga nálunk az étel, mint ilyen, így működött minden volt. Próbáltalak volna visszavinni a te pályádra, hát ha beleszaladsz valamibe, de sajnos nem sikerült. Robikám, fájdalmas a búcsú, de már robogunk is tovább. Nagyon szépen köszönjük, hogy csörögtél. Szép napot, sziasztok! Ciao. Mondom, effektíve két perce nem tudom, hogy miről van szó. Tehát, hogy de már mindjárt tudni fogod, itt a pont. Szófoszlányokba kapaszkodtam vele, de nem is értettem, mondom, velem van a baj, iszom még egy kort kávét. Ezen most nem vagyok rajta ezen a vonaton. Igen. De a pont megvan, ez a lényeg. Ez a lényeg. Egyébként nem is kell tudnod, hogy miről beszéltek. Meg neked sem, meg az ellenfelednek. Csak nem mondjatok ki a tiltott szavakat. Egyébként meg totál lehet erdő mind a két részről. Igen, ez kettőnk közül most egyikünknek ment csak. Na. Hogy nem mondjuk ki a tiltott szavakat. És az én voltam. Úgyhogy egész jó. Srácok, 86-79. Nagyon figyeljetek, meg vagyunk. Meg táltosodtunk. Igen. Olvad az előny. Igen. Mielőtt nagyon belejelentek magatokat, nézzetek utána, mert a drónreptetésnek, magáncélónak is vannak szabályai. Le, köszönjük szépen valaki. Aha. Drónhasználásban beszéltünk róla néhányszor. Dróntörvény 2021 érthetően szakértőktől megkaptuk. Egy lány hallgatónktól köszönjük szépen. Úgyhogy véletlenül se élt bele magad. Jó? Most arra kérlek, hogy beleéltem magam. Tehát arra kérlek, hogy véletlen se juss el odáig, hogy esetleg egy kicsit elkezdett magad beleélni. Most jó? Tehát, hogy ne is legyen, ne is veszély erő jókedvben, és semmiképpen, de leginkább semmiképpen ne éld bele magad. Most akkor ezt így eleresztettem, jó? Jó? Tehát, hogyha úgy gondolod, hogy jó dolog a drónzás, minden szeretném fejlődni a figyelmet, hogy egyáltalán ne éld bele magad. Soha nem lesz képem ezek szerint a csillagerődről? Soha. Hát, ha csak nem lesz ez a netről. Aha. Lehet. Csak arra kérlek, ne éld bele magad. Várj, nehéz volt, de lejöttem róla. Jó. Oké, most már nem. Jó, oké. Azt mondja, hogy holnap... Nem, mondom, hogy ne éld bele magad. És nagyon szépen kérlek, 10-ig se éld bele magad. Utána meg főleg. És ne álmodozok erről. Jó, és hogyha így ébredek, hogy arról álmodok, akkor felpofozom magam. Jó? Makkal. Jöttök fel, mint dzsokkinak az olaj. Hát ez nem megy már annyira nehezen ezzel a derékkal. Gyerekek, mikor tudunk valami élőt nézni, úgy, hogy hát ha valaki úszik, lovagol, úgy, hogy közben azt mi közvetítjük. Nem lesz ilyen? Az a következő nem 4 órában egyszerű. Senki nem áll rajtkőre, pástra, medencében nem ugrik, hogy megnézzünk valamit itt élőben? Az olyan jó lenne. Nem? Vitár Robi leközvetíteni az 50, hogy nem megy tudom, a fiú, hogy megy. Gyorsat, vagy valami nincs. Ma éremesélyesünk, vagy ma semmi? Annácska, drágácska. Ja, most telefonál. Most ez intézi. Cselaci úszik ma a döntőben. Éremesélyesekre gondoltam. Oké, hát ez az 5. olimpiája. De most én egy őszinte csávó vagyok, igen, érted? Hát Cselaci úszik nagyon jó, hát úgy lassan úgy én is úszom. Hát 5. olimpiája azért szép. Gyönyörű. Én más nem tudok, hátrakötött kézzel beugrom a vízbe, nagyjából ugyanezt a szintet időt leúszom. Hogy fognak szeretni ezért? Szeretjük a Lacikát. Majd Katinkáról beszéljünk, a Katinka ügyéről, mert itt már ő is reagált, már a miniszterelnök is. Már mindenki reagált. Hát megvédte Katinkát. Bajnok, itt már mindenki bajnok. Már Vitrai beleszállt az ügybe. Alekosz beleszállt. Alekosz gyerekek. Hú, egyre jobban hosszú sor. Katinka ügy van. Hát ilyenek az igazi sztárok, látod? Hát, ha ezek csinálsz valamit, ha nem mindig rólad beszélnek, és veled foglalkoznak. Nagyon szeretem, és nagyon tisztelem. Úgyhogy érdekes a dolog, mi van a Katinka jelenség mögött, és hát a kommentelők mögött, mert hogy azért az, amit kap, az valami egészen. Mindig így volt, hogy szeretsz valakit, tolod, egyszer hibázik, egyszer nem az jön, amit ellátsz tőle. Nagyon durva, beleolvasgattam, nagyon durván osztják. Szerintem a hang nem, meg az elkeseredés, meg a frusztráció, az most már valami olyan szintű méretet öltött, hogy én nem tudom, kit osztottak ennyire. Vagy ő ezt mivel érdemeltek ide, nagyon kapja. Mindenki kapott, vagy maximum csalódott volt. Na de hogy itt hogy takarodj el a medencéből, meg mit kezdesz magadról, meg
minek mentél ki, meg mi mindig is tudtuk, meg a doppin, meg a nem tudom. Mindig is tudtuk. Hát hol van tusuk, meg kellett neked ott hagyni meg. A sok szakértő tudott, hogyha hogy... egyébként már egy métert nem úszlane, akkor is azért hálásak lehetnénk neki, mint Magyarország, még mint sportszerető nemzet, meg mint sportszerető emberek. Tehát, hogy így, na, azért ismerjük már el az érdemeit is. Tehát óriási alakja lehet, hogy most már azt kell mondani, hogy óriási alakja volt. De ez elvehetetlen. Magyar úszásnak. Három olimpiai érem. Arany. Persze. Tehát, hogy... Na, hát lehet utána csinálni. Jó, de persze, mert ahogy én is utána csinálnám. Nem, senki nem vitatja itt inkább a hozzászólások miensége és minősége, az érdekes. Tök érdekes tényleg, hogy ezek az emberek úgy állnak ez az egész sztorihoz, mint hogyha tőlük elvett volna most valami. Mit vett el tőlük az élményt, hogy látsz egy magyar úszóda becsapni elsőként a célba? Hát azt egy kicsit igen, azt nyilván elvette, de nem, szerintem nem ez a baj. Ő hanem... ennek örül hosszúkat, inkább? Nem, most biztos, hogy nem örül neki. Szerepel itt az olimpián? Örülnek? Nem gondolnám én sem. Hát szerintem ez egy általános, erről sokat beszéltünk, mert most azért kiélezettebben válaszolnak a kommentelők mindenre, ezt mi magunk is tudjuk, és ez egyre rosszabb lesz. Ez nem lesz soha jobb most már. De hogy durvul. Tehát, hogy ebben ez a durva. Igen, hogy és azért... a Katinka még nyilván rá is húzott, ugye a visszalépésével a Jakabos Zsuval, holott a Jakabos Zsuvnak a férje mondta semmi el. Semmi közel Jakabos Zsuvnak a visszalépéséhez, igen, elmondta, hogy nem jutott volna be. Nem jutott volna be, és akkor de az átlag kommentelő ezt már nem olvas el, csak azt mondja, amit mondjuk én is mondtam, hogy igen, hogy a Jakabos Zsuv most azt a pályát ott nézte. Szerintem ennél van egy sokkal durvább vonatkozása is ennek, hogy hova jutottak a kommentelők, azt meg pedig szerintem még az, hogy szerintem már egy kicsit várják. Érted? Ja, hogy hát... rá tudj marni valakire? Igen. Szerintem az van, hogy egy kicsit elégtételt éreznek, amikor valakinek valami nagy ágyúnak nem sikerül. Hát, tehát a kommentekből már az derül ki, nem az, hogy na most nem nyertél nekünk aranyat, hanem megérdemelte, tudtuk mindig, hogy ez van. Na meg végre. A túlsó, csak na végre. Na végre leesett a korona a fejére. Az, hogy radikálisan beszólnak, az egy dolog. Az, hogy osztják, az egy dolog, volt ilyen. De most már oda jutottunk, hogy tulajdonképpen annak szurkolnak egy csomóan, hogy ne sikerüljön, és akik nem sikerülnek, azok tudták, hogy nem fog sikerülni. Az már valami egészen durva mélység. Túl sokáig volt sikeres, túl sok pénzt keresel, túl sokan bukjon már meg. Kör. Igen. Sok. Legyen sokat, már vége ennek. Sokat nyert, sokat keresett. Igen. Legyen már vége ennek a nem elég neki? Nem semmi elég, elég. És ettől miért jó neki? Adjon már lehetőséget. Hát azt nem tudom. Adjon már lehetőséget másoknak. Igen, miért jó? De kik azok a mások? Nem tudom. És egy amerikai vagy egy angol. Tehát ez nem baj, ha nálunk maradna, de hogy érted? Tehát kicsit már várták. És amikor ott van, akkor viszont szétszedik a koncot. És meg kell őt védeni. Egyébként a Katika nagyon szépet reagált. Megköszönte mindenkinek. Azt mondta, hogy jó lenne, nem így lenne vége. De köszönni mindenkinek, aki mellett állt. Intelligens kultúrát. Nem biztos, hogy az ember ebben a helyzetben képes lenne mondjuk ezt így megállni, de valószínűleg ezt így kell csinálni. Tehát nem szabad erre reagálni. Ezt én is mondom, de azért egészen gyarló hozzászólások vannak, szóval, hogy azért ez valami egészen döbbenet, és alapvetően, hova jutottunk. Alapvetően azért, és egy olyan ember esetében, aki azért megdolgozott ezért bőven. Tehát, hogyha valaki olyat szed szét, akiről tudod, hogy írtozatos hátszél, jó, nyilván is nála is volt valami, de hát ezt alapvetően mondjuk így az eredményei köszönhette. Tehát, hogy nála később jött szerintem a hátszél, tehát már az eredmények után. Nem pedig előtte. Tehát, hogy azért nem volt egy nagyon elkényeztetett, nagyon, nagyon tolt hátulról, nagyon támogatott sportoló. Neki előbb jöttek az eredmények. Aztán jött talán ez a vonal. És hogyha ha mondjuk egy olyan embert kezdesz ki, akinél megtudod, hogy előbb volt a hátszél, igen. És hogy a sikereit, a gazdagságát, a pénzét, a vagyonát, nem tudom miért, annak köszönhet, hogy valakinek a valaki, vagy valakit jól ismer, na, az megint egy más dolog. Ott azért azzal együtt tudsz mozogni, egyet tudsz érteni valamilyen szinten. De hát itt mégiscsak egy olyan emberről beszélünk, aki az életét a medencében töltötte. És de azért sok lemondása. De azért ez egy komment, most Anna kint megnézett egy-kettőt konkrétan. Undormány, ha az utcán szembe jönne velem, leköpném. Na, ezekről beszéljünk majd egy kicsit később, mert közben már Katinka posztolt még egyet. Egy nagy nulla. Egy Katinka közben posztolt még egyet, majd azt is megnézzük, hogy mit. Leköpni. Az undormány, ha az utcán szembe jönne velem, leköpni.
Van mellette név meg rendesen fotó, vagy pedig csak nyilván egy pasmat hépe miatt nyilván ott vagy Horváth név Bozóki Katalin, és akkor ott van mellette egy Tyrannosaurus kép, érted? Figyelj, álprofilra is egyébként óriás gyökérségét leírni. Hát most nincs is különbség álprofil vagy nem álprofil között szerintem, tehát mindegy, hogy mivel írod. Nem fog senki megtalálni valójában. Igazából tök mindegy, hogy írod le, hogy te szerepelsz a képen, vagy nem, hogy az igazi neved vagy sem. Eleve ilyet leírni, egy óriás gyökérség. Aztán lehet, hogy csak ők szimplán provokálni akar. De én azt gondolom, hogy ezek között az emberek, igen, hogy ezek között az emberek között bőven van olyan, aki egyébként tényleg így is gondolja. Elárultál minket, elárultad a nemzetünket. Hogyne? Hát ebben ez a durva, igen. Na jó, beszélünk majd még erről, jövünk mindjárt vissza, és megbeszéljük, gyerekek, hogy meddig mehet a benzinár. Ez egy érdekes dolog, ritkán szoktunk foglalkozni, de ott vagyunk, mint a taxis blokkád, meg a benzinár. Rekord magasságban az üzemanyagár. Soha nem volt még ilyen magas. Tegnap vagy tegnap előtt elértük az átlagonként 454 forintot, ami egyébként új történelmi csúcs. Tehát nem csak olimpiai aranyérmek, meg bronzérmek, meg ezüstérmek, hanem a benzinár is kapott egy aranyérmet a nyakában. És hát azért itt vannak világpiaci tendenciák, olajár, üzemanyagár, emelkedés, rengeteg minden, koronavírus, delta variáns, kitermelés, sok minden. Úgyhogy felhívjuk majd Tamásunkat, akivel már sokszor beszéltünk, az Erste olaj- és gázipari elemzőt, hogy mondja meg nekünk, körülbelül meddig mehetünk. Mi várható? Elképzelte az 500-550-600 forintos benzinár is. Hát ugye tudod, vagy tudjuk, hogy ha emelkedik az üzemanyag, akkor emelkedik szinte minden. Minden más, ugye? És a szállítási költség az ugye már benne is van. Azért az 500 forintnál, mondtam, hogy leakasztottam én is a kis pisztolyt, és bevillant a 472-465 autópálya mellett tankoltam közel, tehát drágában egy kicsi, de hogy... Aztán húha. 250-re emlékeztem utoljára, tudod. Csak felkaptam a fejem, hogy mi történt. Mi történt itt most hirtelen, hogy 458-at mutat az óra. Jézus Mária. És az ilyen 30-35-ös tankolások felmentek egy telitagnál, ilyen 40-42. Legutóbb jó, én is beszóltam a kocsiba Móninak, hogy cappuccino nincs. Öcsém, vagy tankolunk, vagy kávézol. Autóillatosító ugrott, már nem fél bele. A fókuszról, de felejtsétek el. Na ezért ez egy baromi érdekes dolog, mert ugye mindenki azt gondolja, hogy ez egy ilyen szabad árazás, és akkor az országok kormánya úgy döntenek, hogy emeljünk. Aztán azért ennél ez egy jóval összetettebb, bonyolultabb, kifinomultabb rendszer. Minden esetre lehet, hogy 500-550-600 forint is lesz majd egy üzemanyag. Hát azért az ott már... Ugyanígy fogunk tankolni. És kiszállsz az autóból, igen, vagy kiszállnak páran? Mindig azt mondtuk, emlékezzetek vissza, jött a 400-as üzemanyag ár, és egy csomó mondták, hogy akkor... Sosem mondtam. Lett, hát azt jó, mondtam, nem, inkább nem eszem. Igen, tudjuk, inkább eladod a gyereket. 20 év azt mondom, a gyerek nem megy iskolába, én nem szállok ki az autóból. Valójában tudjuk már a titkot, hogy miért tudja éveken keresztül tartani a súlyát, ezért. Igen, de nagyon sokan meg azt mondják, 400 forint lesz, én leteszem, nézd meg, nem lehet mozdulni a városba. Bármeddig emelik, egyszer nem szállsz ki az autóból, de van az a lélektani határ? Nézed egyáltalán? Biztos, hogy sokan persze. Nem? Hogy azért mondjuk 2-3 forintért arrébb mennek egy kútra, ami teljesen érthető. Hányan mondják ezt? Bármiről nem mondok. Csak a cigiről. Bármiről. Csak az autóról nem. Csak az autót nem teszem le, igen. Na mindjárt Tamással megbeszéljük, hogy mi a helyzet. Ez egy érdekes dolog. Jövünk vissza 2 perc múlva, 7 óra, itt vagyunk a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. 7 óra után vagyunk, 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. M1-es Latas elkút külön, tegnap már 506 forint volt az üzemanyag. Prémium biztos. Az már igen. Hát meg az autópálya azért az benne van. Igen, ugye ígértük, hogy erről fogunk beszélni, egy kicsit megpróbálunk utána járni, hogy mi várható, milyen tendencia, milyen tendenciák, hova megy még a kőolaj ára, lesz-e 550-600 forintos üzemanyag ár. Egészen megdöbbentő egyébként, hogy most minden idők legmagasabb üzemanyag árát álljuk. Úgyhogy éljük, úgyhogy ugye a kőolajfogyasztás még nem állt helyre a Covid után, tehát igen, most indul még csak az egész. A negyedik hullám ide vagy oda, még lehet, hogy nőni fog a világ fogyasztása. Akkor igen, viszont ez további felhajtó erővel bír, simán megtörténhet, hogy 550-600 forint lesz egy üzemanyag. Jó, illetve ha tovább gyengül a forint, ugye ez is benne van. Ez sem történt volna meg, hogyha nyer Katinka. Hát így van, erős Katinka tett. Illetve az MNB, mert gyenge a forint. Igen. Ugye? Na ezért emelnek most kamatot folyamatosan, szigorúan, havi bontásban. Gyorsan egy közlekedési hír, ha van bármit láttok, tudunk semmi, valamit mondani? Nyugi, semmi, csend, nyugalom, békesség, sehol semmi? Hát akkor megvagyunk, köszönjük szépen. A közlekedési hírek támogatója netrisk.hu, a piacvezető biztosítási portál. De azért ez már kimondott, hogy 500 forint egy liter. Akkor ugyanúgy el fogsz menni tankolni.
Sajnos. Az egy igen. Igen, igen, de nyilván nem megint mindenki. Azt mondjuk erre, hogy lélektani határ. Nincs. Ezt mondtuk 300-nál is, 400-nál is, és mondjuk 500-nál is, hogy lélektani határ, bosszankodni fogsz, és ugyanúgy el fogsz menni tankolni. Igen, az én mindig 5000-ért tankolok, ne küldjetek el soha többet, jó? Ez nálunk már tiltó listás konkrétan. Tehát ezt nem ér elküldeni 100 formában, 100 fajta viccként, tehát ezt ne küldjetek el. Na. Ahogy például a fene nagy köröt se. Igen, ha köd van, ősszel majd ne küldjetek el, igen. Pletszer Tamás, az Erste Olaj és Gázipari elemző itt van velünk. Hello Tamás, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Ciao. Jó reggel. Segíts egy kicsit nekünk, hogy mindenki megértse pontosan, hogy mi történik most a világban, hogy ez ilyen magas lett. Mitől függ, ezt is sokan nem tudják, a benzinár. Vagy a benzinek az ára. Két legfontosabb tényező az mindenképpen a nyersolajnak az áralakulása, illetve a forintnak a dollárhoz való viszonya. Ugye ezeket a termékeket a nemzetközi piacon dollárban jegyzik, gyakorlatilag a magyar árak is a nemzetközi piacok dolláros áraihoz igazodnak. Tehát ez a két tényező a legfontosabb, ami meghatározza egyébként a kis kereskedelmi üzemanyag árakat. De azt mondják, hogy a világ kőolaj felhasználása még nem állt vissza a Covid előtti szintre. Az emelkedés azért van, mert újra elindultak a hajók, a kamionok, a repülők, amit tudom én, és elkezdtünk többet fogyasztani, de mégsem fogyasztunk annyit, mint Covid előtt. Akkor miért rekordmagas mégis? Ez valóban így van, tehát még mindig a Covid alatti szinten vagyunk, viszont nagyon gyorsan nő a kereslet, és az év végére valószínűleg meg is közelítjük azt a szintet, amit mondjuk 2019-ben láttunk. Van az emelkedésnek egyébként még egy fontos oka, hogy a kőolajtermelők egy kicsit egységesebbek lettek. Ugye ők tavaly márciusban összevesztek egymással, és hát pont ugye erre jött a Covid is, és ez egy olyan lecke volt számukra, ami tulajdonképpen ahhoz vezetett, hogy az OPEC, akiknél a szabad kapacitás nagy része van, azok most nagyon fegyelmezetten, visszafogottan termelnek. Kartelesznek. Hát visszafogják a termelést, és akkor nem öntik a kőolajat a piacra, nem? Kvázi tulajdonképpen mesterségesen ugyan, de magasan tudják tartani az árat. Igen, gyakorlatilag erről van szó, ráadásul szerencsés most számukra a helyzet, ugyanis a rajtuk kívüli termelők sem tudnak jelentősen, illetve nem akarnak jelentősen növelni a termelésükön, tehát gyakorlatilag az OPEC-nek a befolyása igen erős, és gyakorlatilag ők, ahogy mondtátok, ugye emelni tudják a kőolajára. Az jogenyó dolog, ott ülnek egy csomó, nem tudom, kőolajon, de azt mondják, hogy gyerekek, lassítunk a termelésen. Túl olcsó, emeljünk egy kicsit. Két éve még a fenekeim, hát le volt esve az egész, és még talán volt olyan, hogy a tőzsdén mínuszba lehetett jegyezni a Brentet, vagy nem is tudom melyiket, egy pillanatra lement mínuszba. Ahhoz képest azért most ez nagyon magasan van. Körülbelül hány százalék maga a termelő jár? Csak hogy értsük, ugye azt tudjuk, hogy csomó minden jön még nyilván a benzinára. 30-35-40 százalék, ami maga csak a kitermelési ára, arra jön aztán még az állam által rápakolt csomó dolog? Gyakorlatilag igen, bár egy kicsit ez egy nehez, nem teljesen így kell számolni, hiszen a kőolaj finomítás során nem csak benzin keletkezik, hanem nagyon sok más anyag is. Körülbelül 140 különböző terméket állítanak elő a finomítás során. Tehát lehet, hogy a benzinen ugye nagyon jó a nyeresség, lehet, egy csomó más anyagot is termelünk. Úgyhogy így egy kicsit nehéz számolni, ahogy ezt így most így előadtátok. De valóban körülbelül a 30-40%-a egyébként a nyersolajára a kiskereskedelmi árból. Hát és akkor arra jön még a nagykerár és a kiskerár és az áfa, a jövedéki adó, egy csomó dolog. De hát akkor tulajdonképpen minél magasabb maga a termelői ár, ugye a kőolajnak, annál jobban járnak az ország kormányai, hiszen akkor őket többet tudnak elrakni, akár áfával, akár jövedéki adóval, nem? Jövedéki adóban nem, hiszen ez egy fix összeg, de áfában valóban magasabb bevételük keletkezik, hiszen az áfát azt a jövedéki adóval megspékelt ára fizetjük, így hogyha emelkedik tulajdonképpen a termék ára, akkor az áfa bevétel is nő. Uh-huh. Azt olvastam, ez igaz? Lehet, Tamás, többen tudod, hogy Hollandia vezet 700 forint már egy liter benzin. Nyilván az átlag jövedelem is más, de hogy Európában a benzinárakat összehasonlítva, ott most a legdrágább 650-700 forint már egy liter benya. Jellemzően Nyugat-Európában magasabbak az árak, illetve Skandinávia szokott itt vezetni. Tehát elképzelhető, hogy Hollandia egyébként az első, ezt most fejből én sem tudom, de teljesen reális, amit mondasz, ott bőven lehet, hogy 700 forintos ár van. Ugye mások azért a szabályozások, mert az Európai Unió egy tolik szabályt hozott létre, tehát a jövedéki adó mértéke is változhat országonként, van egy minimum és egy maximum szint, illetve hát az egyéb tényezők is különbözőek az országokban. Azt nem tudod véletlenül, hogy a világon hol a legalacsonyabb, és az mennyi körülbelül?
kiugranál. Úgy mennünk két marmonkannával. Nyilván olyan országunkban, akik olajtermelők, én úgy tudom, hogy Venezuela egyébként a legolcsóbb. A probléma az az, hogy a venezuelai olajipar az gyakorlatilag teljesen megfeküdt, úgyhogy olcsó az olaj, illetve olcsó az olajtermék, a benzin és a dízel, viszont nem nagyon lehet kapni. Aha. És ez miért van, hogy amikor azt mondják, hogy emelkedett a kőolaj ára, akkor emel a, mondjuk a MOL is, de közben azt a benyát már megvette két vagy három hónappal ezelőtt, vagy fél évvel ezelőtt? Tehát valami... Ez nagyon hatékony itt. Tehát gyakorlatilag az árazás, ha emelkednek mondjuk a genovai vagy a rotterdami árjegyzések, az pillanatok alatt egy-két napon belül átjönni szépen Magyarországra is. Egyébként ez visszafele is igaz, tehát ugye akkor pont ez a hatásmechanizmus másik irányba hat. Tehát hiába van az, hogy korábban vásároltak ezt a kőolajat meg, gyakorlatilag ez a felmelkedés, ez a csökkenés egymást ilyenkor kiegyenlíti. Tehát egy nagyon hatékony és nagyon gyors piac, gyakorlatilag... Azonnal lehet a piacra reagálni. Na most a csökkentésről azért kevesebbet szoktunk hallani, hogy lement a benzinára. Volt, ja, 350, 320, egy éve, két éve, amikor magának a nyersolaj árának volt egy beszakadása, akkor azért mi is csökkentettünk, lejjebb ment. Nem annyit szerinted? Én néha azt érzem, hogy kijön a világpiaci ár, hogy lejjebb ment, nem látom a kúton, hogy óriásira tekernék vissza az órákat, nem mindig látom a kúton. Jól látja a Feri, talán, hogy jól érezzük, hogy amikor esik a nyersolaj ára, kevesbe megy lefele, mint amikor emelkedik, akkor fölfele? Nem hiszem, hogy ez így van. Van egy nagyon fontos tényező még, ugye már említett dollár-forint viszony, ez azért nincsen annyira a kirakatban, tehát ezt nem annyira látjuk. Nagyon sokszor ez komolyabb befolyásoló tényező tud lenni egyébként, mint a nyers ár alakulása. Úgyhogy érdemes a két tényezőt egyszerre nézni, és ennek alapján nézni azt, hogy figyelni azt, hogy hogy változik az ár. Én egyébként szoktam ezt követni, és az én tapasztalatom az az, hogy elég pontosan követik a magyar árak a dollár-forint viszont, illetve a kőolaj ár alakulását. Hát most lehet majd egy kicsi forint erőre számítani, nem sokáig most az MNB elkezdett kamatot emelni, bár olyan nagyon nem rázta meg a forintot. Hát 3.61-ről az euró forint visszajött 3.59-re, tehát olyan nagyon nagy forint erősödés nem indult a Magyar Nemzeti Banknak a kamat emelése után, bár ők most ugye szigorítani akarnak, és talán minden hónapban valamennyi bázisponttal majd készülnek kamatot emelni, nyilván az infláció miatt is. Oké, most nagyjából hol van a hordó nyersolajára? Egy hordó 60-70 dollár? Hogy állunk most, Tamás, körülbelül? Hát a mi általunk, vagy nekünk a legfontosabbnak tekintett Brent típusú nyugat-európai kőolajára az ma reggel 74 dollár volt. Uh-huh. Tehát egyébként 15 volt mondjuk tavaly áprilisban, tehát azért lehet érezni, hogy egy elég komoly emelkedés volt itt az elmúlt másfél év során. Egyébként ez egy olyan 3-4 éves csúcsnak számít, ahol most állunk, tehát és azt, elég komoly áremelkedés volt. Azt jól olvasom, hogy akár 100 dollárig is mehet, ami még azért egy bő 30-40%-os emelkedés, akkor azért azt láthatjuk, hogy hova vezet majd a kutakon. Elképzelhető, ilyen célárak vannak most 90 vagy 100 dollár akár? Nem jellemző. Tehát alapvetően a piac inkább arra számít, hogy egy 80 dolláros szintig emelkedünk. A 100 dollárról nagyon keveset lehet olvasni, az alapvetően nincsen benne a papiban. Én azt gondolom egyébként, hogy itt az OPEC-nek is az a politikája, hogy ez a 70-80 dollár ez egy jó szint. Tehát itt már nekik megvan a saját pénzük, a saját bevételük. Ennél magasabbra ők sem szeretnék emelni, mert azért a fogyasztók azok elkezdhetnek ugye csökkenteni a fogyasztáson. Különösen a fejlődő piacokon ez az ár már nagyon fáj. Aha. Kimutathatóan van arról valami kimutatás, nem tudom, Magyarországon, európai viszonylatban. Nyilván itt a fejlettebb nyugati államokat nem lehet összehasonlítani, mert ott nem ráz meg egy-egy pénztárcát, annyira emelkedik a nyersolajára vagy a benzinára. De hogy visszaveszi a lakosság a fogyasztást? Tehát szállnak ki autóból, mondjuk akár Magyarországon, vagy csökken az autózás, amikor ilyen magas a benzinár? Igen, ezt egyébként maga az OPEC is nagyon figyeli, ugye nekik Bécsben van egy nagyon komoly ilyen nagy köztjük, ahol figyelik az egész világnak keresletét. Nem is egyébként a fejlett világ, de Magyarország az, ahol egyébként erőteljes keresletcsökkenés van, hanem például fűtőolajat használnak főzésre Indiába. Na ott igen csak hatása van annak, hogy mondjuk 80-ról felmegy 90 dollárra az olajára. Általában a nyugati világban ez a hatás ez kisebb, bár itt is megfigyelhető. Még egy érdekességet hadd mondjak nektek, nagyon sokszor pszichológiai határokhoz köthető. Tehát elér egy kerek számot mondjuk valahol a benzin vagy a dízel ára, és ott van az a pont, ahol hirtelen lerakják az emberek az autót. Hát ez lehet nálunk az 500 forint? Adott esetben lehet, bár az én prognózisom szerint azért oda nem fogunk idén eljutni, de mondjuk 500 forintnál van egy ilyen pszichológiai határ.
Eljutottunk, vannak kutak, ahol 502 meg 504 forint a benzin. Oké, lehet autópályában, nem tudom, de láttunk ilyen kiírást. Tehát, hogy 430 és 502 között mozog. Most pont olvastam, hogy már bizonyos kutakon annyi a benzin. Ez igaz, de azért az átlagáról még mindig inkább, ahogy nézem, a benzinbe, olyan 460 forint körül van. Nagyon jó példák vannak egyébként, emlékszem pár éve Csehországban 30 koronáig nem változott a kereslet, amikor elérte az ár, 30 koronáig hirtelen 8%-kal esett a kereslet, mert az volt egy olyan pszichológiai hatása ennek az árnak, hogy ott letették az emberek az autót, hogy próbáltak spórolni az üzemanyag felhasználással. Hát akkor ez nagyon fog lökni az elektromos autókon, vagy a hibrid autókon, nem? Azt írja valaki, hogy Hollandiában is azért drága a benzin, mert hogy a villanyautókat támogatják. Igen, tehát, csak Magyarországon egy villanyautó minimum ugyanabból a kategóriából 5-8 millió forint, tehát drágább, mint a benyás. Tehát egyrészt nem tudod megvenni, ugye átlagfizetésként, másrészt, ha elkezdesz számolni, hogy mondjuk a benzint mennyi idő alatt fogod majd megvenni ehhez a kocsihoz 8 millió forint értékben, akkor kiszámolod, hogy 20 év kell hozzá. Igen, másik pedig ugye az infrastruktúrának a hiánya, vagy viszonylagos hiánya, tehát hogy azért a tőlük... Na jó, de az irány mégis ez a tendencia, tehát hogy lehet, hogy mi lassabban érünk majd el oda átlagszámban, de azért az irány az ez. Lehet, Tamás, hogy a hollandok ezért lökik föl, hogy mondjuk ezt preferálja a holland lakosság, vagy álljanak át a villanyautókra? Nem hiszem, hogy a benzin áremelkedésében, vagy az adójának az emelésében ez az elsődleges cél, de az tény, hogy van egy ilyen hatás, hogy említettem nektek, hogy az OPEC sem szeretné a nagyon magas árat, a $100 ár az nekik is lehet, hogy fejfájást okozna, pont ezekre a tényezők miatt, hogy még $100-nál megindulna még nagyobb mértékben az elektromos autózás fejlesztése, és hát ugye ez egy pár éven belül azért az olajtermelőknek komoly gondot okoz, hiszen nem tudják eladni a kőolajukat, tehát ők is úgy vannak vele, hogy próbáljuk meg itt tartani az olajárat. Ez már jó nekünk bevételbe, ennél magasabb szintnél viszont beindulhat pont az említett elektromos autózás. Pedig akár, hogy kapálóznak, ez be fog következni. Egészen biztos. Bár nem ez a megoldás, többen mondják, hogy ez sem fogja igazából megoldani a világ problémáját, mondjuk az autózás terén, tehát nem feltétlen az elektromos meghajtás lesz itt a nyerő 5 vagy 10 vagy 20 év múlva. Hol tudnának segíteni a kormányok szerinted, ha nagyon elszabadul a benzinár? Mondjuk csökkentik az áfát, vagy azt mondják, hogy akkor legyen még kevesebb a jövedéki adó, ami most mint 1%, mint az áfa, meg ugye nem tudom. Sokkal több, szóval, hogy ott lehetne, ott tudnának egy kicsit kompenzálni, vagy milyen megoldások vannak a kormányok kezében ilyenkor? Hát én azt gondolom, hogy rövid távon egy megoldás lehet, hogy csökkentik az adót, bár általában ezt nem szívesen teszik az államok, ugyanis pont a jövedéki adó az egyik legstabilabban és leghatékonyabban beszedhető adófajta. Ugye most Covid után azért mindenki küzd azzal, hogy hiányok vannak a állami költségvetésekbe, tehát nem hiszem, hogy ezt a módszert fogják választani. Inkább olyan módon lehetne segíteni ezen, hogy mondjuk elősegítik az OPEC-en kívüli olajtermelők olajtermelésének felfokozását, különböző környezetvédelem és egyéb törvények enyhítésével, illetve mondjuk a már megkezdett zöldítési programok mondjuk egy kicsit visszafogják. Enyhítésével, de szépen fogalmaztál. Hogy azon országok, akik nem OPEC ország, a szankciókat enyhítik, hogy behozhassanak olajat? Erre gondolsz? Tehát, hogy például ilyesmire is, de egyik legnagyobb termelő Irán ellene komoly szankció van, Venezuelán is komoly szankciók vannak, tehát ilyenkor előfordulhat az, hogy a politikai szempontokban változás történik, és mondjuk Venezuela ellen kicsit enyhítjük a szankciókat, hogy többet tudjanak termelni, és az mondjuk lejjebb viszi az olajárát. Az Egyesült Államokban vannak ilyen mutató jelek, hogy esetleg ezen változtatnak ezeken a politikákon. De akkor te ezt a 475-100, 460, vagy mindenben 450 és 500 közé teszed nagyjából ebbe az évbe, hogy itt fogunk megállni, vagy ez lesz a vége az emelkedésnek? Igen, én azt gondolom, hogy ez a mostani szint egy picit maximum drágább lehet. Sajnos lefele se látok nagyon teret, ugyanis az látszik, hogy az OPEC nagyon hatékony, és az is látszik, hogy azért a világ igen gyorsan kezd visszaszokni az olajfogyasztásra. Fölfele pedig én azt hiszem, hogy az OPEC politikája meg fogja akadályozni az emelkedést. Nekik még egyébként van egy 6 millió hordó per napos tartalékuk, azért az nagyon sok, és ezt szépen csöpögtetik vissza a világnak. Ez csak a tartalék. Nem, van egy kicsi tartalék, ülnek rajta, mekkora genyók egyébként, nem úgy játszanak velünk, hogy akarnak, azt csinálnak, amit akarnak, miközben gennyesre keresik magukat azért ezen a játékon. Hozzáteszem azt, hogy nem mindig sikerült nekik egységet létrehozni, azért belül is vannak viszályok, tehát ez még egyébként segíthet adott esetben a magyar autósokon, hogyha az OPEC-en belüli viszály felrobban, már most úgy tűnik, hogy ők azért az érdekellentétek ellenére olyan képesek voltak összefogni, és kicsit sútba vágni ezeket a nem szeretlek téged politikákat,
ugye van egy nagyon fontos közös érdek, és ez hajtja őket előre. Tamás, nagyon köszi, kompletten körbejártuk ezt a dolgot, meg is értettük egy kicsit jobban ennek az egész iparágnak a működését. Köszi, hogy segítettél, jó munkát nektek! Köszönjük szépen Fletcher Tamásnak, az Erste olaj és gázipari elemzőjének. De bírom őt, nagyon jól érthetően, igen, jól magyarázza el, hogy mi történik. Nem? Hát jó lenne, ha lenne még néhány ordu piros fűtőolaja, érted, azt megvehetnénk tőle, de szép időszak volt. Emlékeztek? Igen, Szala írja, hogy ma elkezdek fúrni az udvaron. Hát, ha talál valamit. Igen, hát nem túl pozitív a jövőkép. Na jövünk mindjárt 2 perc, a 7:30, itt vagyunk a hírek után. Na. 3:48 lesz pontosan, 4 perc múlva. Jani mutat, hogy van valami az orrom, gyorsan kikaptam és rádobtam. Ez történt a megszólás alatt. De nem dobtam semmit. Nem, úgy tudom. Rád fújtam. Délután leműthetem. De jó, hogy szólsz. Én szeretem, hogy szólsz. Szóljál nyugodtan. Nagyon korrekt. Sokkal jobb, mint 10 órakor benézek a tükörbe. Hát meg szembe veled, basszus. Abszolút, fia, megettem 3 lekváros kenyeret, bármi lehet az orromban. De az is lehet, hogy flektor. Nem tudhatom. Bár nem mentem ki a stúdióból. Lehet, hogy egy kis flektor van az orromban. Igen, néha egy kis plusz kell, így hétközben is. Kiújult a hollywoodi szénon áthám. Na, itt vagyunk, jó reggelt kívánunk. Mindenkinek a benzinár emelkedést beszéltük meg, és most láttam, hogy péntektől emelkedik az üzemanyag ára. Yes! Úgyhogy aztán hát kérdés, hogy Tamásnak mennyire lesz igaza, hogy nem megy már nagyon. Ugye itt olvastam 100 dolláros előrejelzéseket is a nyersanyag. Ez elmúlt 5 évben nem volt. A kiúra nyersanyag. 8-6 se ért el. Igen, meglátjuk. Minden esetre pénteken emelkedünk megint. Ugye erről beszélgettünk a hírek előtt, hogy hova még? Hova? Meddig? Aki tehet, az válaszol. Mikor alternatív közlekedési eszközöket, kerékpárt, e-rollert. Ja, hát azt nem tudom meddig. Az e-rollert? Ha miért nem lehet? Inkább nem eszem, érted? Nem iszom. Én a kocsiból nem számom ki. Tehát nem vagyok hajlandó kiszállni. Hát most például Balatonról ingázom. Erről 5 anyja van, az üljön föl a vonatra. A gyerekekkel egyszer kalandvágyból. Ha lesz egy üres 4 órám, hát, egy órának van betervezve, akkor szélesen megmutatom nekik, hogy... De előtte pisiljetek. Most tiszta pisi legyen. Tegnap majdnem posztoltam egyet a fecskéről. Nem volt sűrű, jó. Tudja rögtön, hogy miről van szó. Mi ez a fecske? Ez mi? Hát az egyik ilyen, hát minek nevezzük? Vasúti kocsi. Hát igen, de hogy tudod, mert hogy én már annak azért nem nevezném. Ja, arra hát, már nem jó, mi? Igen, hát ez az ottani állapotok azért, érted, megérnek egy misét, hát hál' Istennek én csak a nyugatiból utazom Ferihegyig, vagy mondjuk Szemereterepig. Szépek ezek. Nagyon szépek. Ezek használtak, amiket felújítottak, vagy ezeket újonnan vásároltuk, vagy valami orosz raktárból kerültek elő, hogy néhány frissebb darabbal újítsuk az egyébként 150 éves átlag életkorú. Most már csak 90 év. Vasúti kocsi állományunkat. Siet nem kellett, és nem értem el a kerékpáros részt. Tehát, hogy ugye van egy olyan szerep, egyrészt, ahol a kerékpárok is fel lehet szállni, és ez kicsit mindig szellősebb. Egyrészt a kevesebben is vannak, én azért nagyon szeretem, mert szép tágas. Másrészt meg, hogyha 4 ablakot tudok lehúzni 20 centit, akkor az jobb, mint hogyha csak 1 ablakot tudok lehúzni 20 centig, és most 1 ablakosban voltam. Hát... Várj, ez direkt úgy van, hogy csak egy 20-as tudsz lehúzni? Nem lehet lenyomni. Nagyon aranyos volt a kalóz hölgy, mert mondta, hogy nem megy lejjebb. Én most megyek kicsit előre, mert ott esetleg levegő, és figyelj, szakadt rólad a víz. Tehát gyakorlatilag... És nem tudod lehúzni az ablakot a vadonatúj, MÁV kocsikon? Hát nem, ez nem új. Nincs már az, mint a régen, tudod, hogy lógtál ki az ablakon, mert az EU szabályzás szerint az balesetveszélyes, ott kieshetsz. Nem lóghatsz, kintegethetsz a családnak, vagy ilyesmi. Ezért aztán csak 20 centit lehet lehúzni. Na, de az EU feltételezi, hogy közben akkor klíma van a kocsiban, hogy mondjuk, hát igen, ne halljál meg egy budapesti nyíregyháza. Igen. 2,5 órás. Feltételezik, hogy közben már ez nem túl szerencsés, és akkor fel kell húzni az ablakot, de klíma meg gondolom nincsen. Itt nem, itt ezen a részen nem, mert ugye ez hogy mondják, ez peron rész, vagy nem is tudom minek mondják, ugye a kerékperon. Kerékpára voltam, ugye, és nem tudtam már előrébb menni. Hát, fél, mondom, egy kardió. Tehát, hogy érted, és valaki ezért fizet, hogy szakadjon róla a víz valahol. És ezek a flörtvonatok nem csúnyák. Elmész felöntésre minek? Utaz a fecskével. Igen. Ezek nem csúnyák. Ezek a flörtök nagyon szépek. Nem tudom, milyenek belül, de hogy azért azokat nem... Teljesen kifogástalanok. Csak az a baj, hogy nem mindenütt az megy. Igen. Ugye? Igen. Itt ez a legnagyobb gond, mert például, ha Velencére járnál, akkor ilyen kiváló minőségű
vonatokon tudnál utazni, is, de ha mondjuk arra felé, nálunk csak szép. Ja, az jó nektek, jó. Itt még a kalózhölgy is mondta tegnap, hogy... Hogy neki is ciki. Hát, úgy volt, hogy nem ezzel jövünk. Szegény. Szerencsétlen. Hát, ami a nyugatinál van meg ráadásul, az is megint egy ilyen... Jó, biztos, biztos ez egy ilyen tervezet, meg mondjuk a tervezet az az volt, hogy kicsit korábban befejezik, most ez nem ennyire sikerült, hát elég érdekesen néz ki az egész hely. Amivel viszont tényleg kezdhetnének valamit, ezek a rohadt automaták, hogy abból minden második működik, és ebben semmi túlzás. De ez milyen automata? Ez egy automata? Vagy automata? Vagy persze, tehát nem isz már oda a pénztárhoz, hanem ki van rakva, mit tudom, 20 vagy 30 darab automata, oda mész és szépen ilyen érintő képernyős formát, gyakorlatilag bármikor megveheted magadnak a jegyet. És nekem ugye plusz kerékpár jegyet kell vennem, mert a Budapest bérlettel közigazgatási határon belül utazhatok ingyér, azért nem kell külön fizetni, de a kerékpárért igen. És mindig meg kell vennem ezt a kis 223, vagy nem tudom hány forintos jegyet, oda mész, és akkor oda mész az egyikhez, és rohadják, és keresgéled az egyetlen működő automatát, ahol tudsz venni jegyet. Tehát, rendes, ablakos már nincs is. Egyébként ahol a néni szolgál? Hát én messze, talán van, de egy senki nem használja őket szerintem. Hát jaj, ne hazza próbálkozni. Mert hogy ez már tök praktikus egyébként. Tehát, hogyha működik, akkor ez tök jó rendszer. Gyorsan odamész, megveszed, kinyomtatja, kezedbe van, hát és már mész is. De nem mész oda gyorsan, hiszen nem működik. Aha. De az jó, nem régen. De most hozzák rendbe azt is valószínűleg az állomással, vagy a pályaudvarral együtt, nem? Tehát a nyugatival és az automatákkal, gondolom, az egy ilyen teljes rekonstrukció. Ez az automatákban ráadásul nem régen cseréltek valamilyen szoftvert, mert megváltozott a kezelőfelületük, amitől a 2 perc helyett most már 4 percig tart legalább, amíg veszek rajta egy jegyet, de se baj. Ha működik. De most egy és a vonaton nem tudsz venni? De. Ugyanannyiért? Ugyanannyira, hogy nincsen büntetés, mert hát most... Na, és ha nem ér oda, akkor ingyen mentél. Hoppá! Igen, hát, tehát volt már olyan kalauz, hogy oda mentem az, és akkor volt, hogy itt nem ülhet le. De mondom, az előbb mondták be, hangos bemondanom egyébként, hogy ha át kell adnom az ülőhelyet a másodosztályú kocsiban, hogyha valakinek van helyjegye, de egyébként addig leülhetek. Most mondták be, nem. Akkor nem. De ott megy hozzád a kalauz egy üres kocsiba, és felállít? Persze. Hát te nem vettél meg azt a szolgáltatást, hogy leülhet. Jó, azt értem. Hát ha nem vettél, ha nem olyan egyet, hogy üljél, akkor álljál. Szerintem egy picit túltolta a dolgot. Nem, hát igaza van. Dehogy van igaza. Miért ne? Hát nem vetted meg azt, mert koptatod az ülést, haver. Ja, akkor ebből a szempontból igen. Hát ha neked nincs oda ülőjegyed, mert neked olcsóbb jegyed van, ez olyan, mint a business class repülőn. Hiába üres a business class, te nem ülhetsz át oda a turistáról, és mondhatod azt, hogy ez üres, itt nem ül senki. Még egyszer mondd egyszerűen a szót, mert nem cseng össze nagyon a mával. Mi business class? Most egy... Jó, egy most az én világomból mondtam egy hasonlatot, hogy te meg a MÁV, én meg a business class. Emlékeztek, amikor meséltem róla, amikor ugye balatoni kitelepülésünk volt, hogy lementem első osztályon? Nem csak ezt mondom, hogy első osztályon, ahol egy nem volt légkondi, 2 a végállomásnál vésznyitóval kellett kinyitni az egész szerelvényen. Visszatérted a jegyet? Na jó, de oda, de nem élvezted. De ha felárasod, oda nem ülhetsz be, ha nincs jegyed. Tehát üljél oda, vagy álljál oda, vagy neked a jegyet szól, az nem mentség, hogy de itt nem ül senki, mert akkor én meg átmegyek a turistáról a bizniszre, és azt mondom, hogy itt nem ül senki, mire úgy hátra mondják, hogy takarodjak hátra. De a másodosztályon használhatom addig a helyeket, amíg nem jön valaki, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, nekem ide szól a helyjegyem. Jó, értem, tehát a jegy árban az azonos, csak te beültél valakinek a helyre, de nem egy igen. Másik osztályra, ha és jött a csávó, és fölállított, akkor... hogy tipli van kis csávó. Nem, néni. És körbenéztél, és nem volt senki a kocsim, és mondtad, hogy mi a baj? Mi a van még annyi hát hely. Felállok. Te? Itt nem ülhet le. Hát de mondom, leülhetek. Hát tudom. És miért nem vettél oda jegyet, ahova le akartál ülni, megint spúroskodtál? Nem kell. Ingyen ablakozni akartál. Ingyen ablakozni. Nem kell ráhelyezni. Akkor miért állítod fel? Hát ez kell. Mert nem volt helyjegyed azért. Nem volt helyjegyed. A jogot nem vetted meg arra, hogy leülhess. Kenézelődjél. Kezit csókolom, egy idős hölgy még nem állított fel, de köszönöm. Nem értett. Kérdezi valaki, hogy nem lehet applikáción a MÁV-on jegyet venni? Ez ennyire analóg, hogy oda kell menni? Miért nem használod az applikációt? Hát megfogod az applikációt, letöltöd, és megveszed a jegyet. Azért ez nagyon analóg lenne 2021-ben, hogy oda kell menni, és egy pénztárod bedobálni a 100 forintosokat, hogy legyen jegyed. Figyelj, hát most... töltsd le a MÁV-appot, és vedd meg a jegyet.
Hülyeség? Én mávapra nem kavarodtam föl, nem mióta van mávap, nem tudom, hogy néz ki. Tök jó a telefon, tök jó az applikáció. Hát nem mindig használod az applikációt, érted? Én most, hogy tudom, adás után... Még egy ilyen analóg, igen, analóg sávóval. Persze, meg nem is azt, hanem adás után is felpatanak a bringára, odagurulok, érted? Tehát, hogy normál esetben... Ami a működő automatát, annyi idő alatt az applikációval pont megvenni. Igen, de mindig hozzáteszem, hogy normális esetben... Neked ez kicsit fétised, szerintem. Ez a dolog, ez működni kelljen, vagy kellene, hogy működjön. Igen. Gyűjtöd a 10 forintosokat, az 50 forintosokat, az 5 filléreseket, csak ezt így bedobálod, mert ez neked egy ilyen kielégülés, oda visz egy csapró, csörgő. Meg fogsz lepődni azért kártyás fizetésre, ma van lehetőség. Centrumos szatyor alatt bezörög az apró, tudod, és így elkezdett bedobálni, és jó esik, hogy ezt most úgy befogadta az automata. Nincs ilyen a mávnál, hogy havi egy, kérdezem én. Nincs egy fél éves, egy éves, egy három havi, neked minden egyes utazás előtt egy darab jegyet nem meg kell venni. Nem érni neki megvenni a havit, hiszen nem tudjuk, hogy mennyit fog utazni ezzel a vonattal. Te se vagy hülye, egyébként tényleg ezért így van. Ezért ülök mellette. Ez jó sor. Tételezzük föl, ha mondjuk négyszer utazol egy hónapban, akkor és megveszed a havit, akkor nagyjából ugyanott vagy. Most ez 800 forint. Micsoda? Ha négyszer utazok, akkor ez neked plusz mennyi a havi bérlet? És mennyi a havi bérlet? Honnan tudja? Egy flört vonatra, egy városira, egy ingázóra, most nem egy Budapest Nyíregyháza Intercity-re gondolom. Úgynevezett zónázó. Nagyjából az lesz mondjuk 2008, egy zónázó havi bérlet. Na most, ha te háromszor utazol egyébként, akkor már a pénzednél vagy. Megvennél egy havi jegyet, és onnan kezdeket... De nem kell megvennem egy havi jegyet, hiszen a BKV bérletem, vagy BKK bérletem, és tököm tudja, hogy hívják. Az engem feljogosít arra, hogy közigazgatási határon belül használjam. Akkor minek veszel jegyet? Már mondtam még egyszer, amikor kerékpárral vagyok, kerékpár pótjegyet kell vennem. Aha! Pótjegy, az egész szó is ilyen kommunista, nem? Pótjegy, egy ilyen rossz, hogy ilyen kocsi. De hogy miért nincs ennek is valami szebb neve már? Hát most pótjegy, mi kiegészítő kerékpár, mit tudom én, bringa, abban, mit tudom én, nem tudom. Kerékpár upgrade. Bike ticket, kerékpár. Kerékpár upgrade, bármi jó, de az, hogy pótjegy, hát ez valami borzasztó. Pótjegy. Kérem, mutassa fel a pótjegyet. Olcsóbb a jegy, most írják a hallgatók, Jani, olcsóbb az applikáció. Ráadásul. Rohadt jó keresik, nem kell. Ráadásul. Én fizetni. De most olcsóbb. Csomó covidos, kehes, taknyos kezű, szaros kezű ember oda megy, bedobál, érte, törli a segét, szagolgatja, utána fogja az 50 forintot, bedobálja. Te ezeket fogod, így egy hallgató igaza vagy, a fikás automatát fogdosod. Covid van, járvány van, érte, te meg asztrával vagy oltva, érte. Hát, applikáció, megveszed, fölpattadsz a bringára, aztán kész. Hát ez nincs, annyira jó applikáció megvenni bármit tulajdonképpen. Én úgy szeretem. PayPal, vagy nem tudom, mit van neked. Kifizeted, átutalod, és azonnal levonja a kártyádat, és kész csak vagy. Csak fölmutatod a telefonodat. És mutatod a telefon, persze. Hát mennyivel jobb ez így egyébként. Az applikáció még kedvezményt is ad, látod? Nagyon jó. Nagyon jó. Már áránál vagy, ha háromszor zónázol, és megveszel egy havit, akkor már ott vagy. Most ott vagyok egyébként a MÁV-nak az oldalán, a jegyváltás jegyáraknál, oda van kírva, hogy kerékpár havi bérlet. Vasúti menedéktábla, ez a 10. oldalán találjuk. Mit csinálok? Rákattintok. Igen. És földobja ugyanazt az oldalt. És kírja, hogy 404 error. Rákattintok arra, hogy a vasúti menedéktáblák 10. oldalán találom, rákattintok, és visszadobja ugyanazt az oldalt, amire egyébként találtam ezt, hogy a vasúti menedéktáblázatok 10. oldalán találom. De miért nem érek, hogy jelen pillanatban a honlapunk nem üzemel? Kérjük, fáradjon át egy másik kasszához, vagy egy másik honlapra. Vagy hívjon bennünket telefonon, ha küldjön telexet. A kellemetlenség érte, a szíves elnézését kérjük. PayPaled van egyébként? Persze. Van PayPaled is? Nincs. Ja, nem, nincs. Nincs PayPaled? Az applikáció az nem kell PayPal, hát az izéről, a telefonszámláról. Persze. Jóhoz írja hozzá egy árat. Ja, olyan, mint amikor megveszed a parkolást. Mint a parkolójegy. Hát akkor meg... Hát az meg a legegyszerűbb, hogy a telefonszámlán megkapod, mert most egy PayPal számlát is legalább mondjuk 2,5 perc. Ezt elhiszik. Most megtalálta a kivonatot, a eltekerő 87. oldalhoz. 10%-kal olcsóbb az applikáció, látod? 10%-kal olcsóbb. Elhiszik, hogy egyébként a jegyárak 30 oldalos PDF-en vannak. Mi történik itt? Alakulnak, jönnek. Most ez kicsit szigorú vagy. Hát most miért? Hát egy csomó komodoron kell nekik ezt még megoldani. Azért az nem könnyű. De miért mávnak hívják őket, és miért nem szeknek? Szíves elnézésüket kérjük. Szíves elnézésüket. Szekkök. Igen, szíves elnézésüket kérjük, késünk. Két kával. De nem, tényleg. Hát ez muszáj neked egy kicsit modernizálnod magad, hogy aztán ők is lépést tartsanak velük. Ha látják, sokan szállják az applikációt, majd fejlesztenek. Tényleg, én nem győzöm.
szeretném hangsúlyozni. Számtalanszor elmondtam már ebben a műsorban, hogyha ez az egész flottul működne, ez egy csodálat. Tehát, hogy ez annyira jó lenne, annyira leegyszerűsít az ember életét, hogyha működnének ezek az automaták, hogyha működnének a vonatok, hogyha lenne légkondi rajta, érted? Jani, te 10 év múlva is egy centrumos szatyorba vinnéd az 5 forintosokat összegyűjtve, és dobálnád az automatában. Neked aztán miattad nem modernizálnak, mert tudják, hogy érted, mert mész az automatához, és dobálod az 50-eseket. Eleve, egy applikáció megvennéd, hogy így a 21. században eleve eredeti pataki ág és fabulonak szatyorba viszont. Na, azért van tartásod. Eredeti. Én most találtam egy olyan benzinkutat, és azóta oda járok tankolni, hogy nem kell bemenned fizetni. Láttatok már ilyen kutat? Nem, meg csak te gondolod, és nem azért szaladnak utána, hogy megköszönjék, hanem azért, mert nem fizettél meg. Szevasztok, szép napot! Beütött, hogy mennyit kérsz, vagy hogy mennyi összegért. Az, hogy 5000-ért, vagy 10000-ért. Jézusom, imádom, és ha többet tankolsz, vagy többet szed le, akkor visszautalja a kártyádra. Tehát, hogyha nem egyezik valami, amit elrontottál, akkor egy óra múlva megjön a visszautalás, mert neked visszaküldik, mondjuk beütötted, hogy te 30 litert kérsz, és azt kifizetted, de csak 20 liter fél a kocsitba, akkor neked visszautalja azonnal azt, amit levont a kártyádról, a különbözetet. Hát figyelj, mennyire jó az is, hogy bemész, milyen analóg, bemész, odamész, fizetsz, kijössz. Köszönsz, beszélgetsz, kérsz még egy szendvicset. De nincs szükséged mondjuk a Sopra, és nem akar sorba állni. Ott van a Bogdáni úton van már egy ilyen benzinkút, lerakod, beütött, hogy mennyit kérsz, beütött, hogy hány liter, vagy hogy mekkora összeg, lecsippantod a kártyádat, megtankolod, mész. Hát zseni. De gyors, mondjuk, ez igaz. Érted, a Jani meg a mellette a kasszában még keresi az 50 forintosokat, hogy kifizesse a tankot. Hát nem lenne jó a mindenkuti ellene? Nem mindig akarsz bemenni a shopba? Főleg, amikor Covid van, nem, meg sokan vannak, igaz. Meg kilométer is, ez a bácsi előtted kéri a negyedik hotdogját, csak majonézzel, mustár nélkül. Nem, inkább mustár. Két feketét, jaj, nem egyet, egy cappuccino, mi lesz kicsi, kettő latte, és az állsz hülyén. Okay, ez igaz. Megtankolod, beütött két, hát milyen klassz. Mindenkutnak erre kéne átállni, nagyon szerettem. Azóta ott tankolok. És ha nincs tele, ból, akkor még kérsz rá 10 liter. Hát tudod, hogy nagyjából mennyit szeretnél, és akkor mondom, ha most tudod, hogy hány literes a tankod. Ha nem megy bele, akkor azt meg visszatudod. Vagy azt hiszem, talán összeget is állíthatsz, hogy te mondjuk 10000-ért szeretnél tankolni. De ha közben megáll, mert elszámoltad magad, és ő levonta, és csak 8 ment bele, akkor ugyanúgy visszaadja a pénzt. 10 percen belül ott van a visszatérítés, ha többet vont. Iszonyatosan menő kis tudsz. Jó, nem a te világod, csak mondom, hogy jó azért, tényleg jó. Tehát, hogy vannak már ilyenek. Ja, bocs, nem figyeltem, éppen imádkoztam, hogy hazafelé flörtel menjek, és ne fecskében. Balázs, ezeket eddig más kutnál sem volt gond, hogy nem kell bemenni fizetni. Jó, van olyan, igen, de teszem hozzá, hogy ezt mindig vállalom, igen. De eszembe jutott, eljöttem haza, köszönöm, kedden este autópálya, és nem volt üzemanyagom, illetve hát még annyi volt, éppen elértem. Mondom, hogy csak nehogy úgy járjak, mint a Balázs, hogy előtte ott kifogy a benyám, illetve hát én is gázolajos vagyok most, mert jöttem, érted, és tudod ezt, hogy már nagyon fáradt vagyok, nem akarok a következőt még elérni. A gyereket még bedobom az iskolába, és beismerem, hát így élek. Értettelek, de az jutott eszembe, hogy én is ott fogok állni, érted, az út mentén, mint te, hogy mi mit fogunk kapni azért, hogy na, a hülyék, akik osztják az ki kell posztolnod, keménynek kell. Nem, megúsztam, mert így begurult, és furra, szerintem tökre üres volt a tank, mire megálltam. Mióta én ezt posztoltam, körülbelül 4-szer jártam úgy, hogy gurultam fölfele az emelkedőn már. Tehát, hogy ez nem, én ebből nem tanultam. Én most jöttem megint Balatonról, elhagytam egy benzinkutat Siófok után, és aztán valahol a 89-esnél van egy kilométer, vagy egy dupla kút egymás mellett. Az első a jobb. Igen. Igen. De hogy nekem még valahol ott, nem tudom, Földvár környékén írta, hogy semmi. És bementem egy benzinkútra, és az kiírta, hogy 6-kor nyit. M7-esen. 6-kor nyit. És tudtam, hogy nem fogok odaérni a 89-eshez. Tehát nem vagyok ott. Kész, sanctalan. Ezért nagy gázgurulás. 6 óra 8-ra itt voltam, de azóta ezt 4-szer játszottam el. Én nem gondoltam, hogy autópálya mellett vannak olyan kutak, amik nincsenek nyitva egész éjjel. Igen. És van egy kicsi kút Siófoknál, az ki van, hogy 6-22-ig. Már Nigel Mansell Hungaroringen úgy gurultam be, oda, hogy mozgattam a kocsit, és mondta, hogy zárva. Igen, és ugyanolyan típusú kút van 10 kilométerrel arra. És még kiírja, hogy 18 a következő. Ott izzadtam. És gondolod, hogy az takarékos, hogy jó nagy gázt adsz, fölmész, nem tudom, 130-ig, ugye? Igen, mert hiszen nem megyünk gyorsabban autópályán. És utána csak gurulsz? És utána csak gurulok, motorfékkel. Hogy ilyenkor többet... Még nem tudtam rájönni, hogy melyik a jobb, hogy egyenletesen megyek, vagy fölgyorsulok és gurulok. De van valami megnyugtató a gurulásomban, amikor gurulok. Ez pont tegnap sikerült reggel megint eljátszanom, hogy úgy értem be a benzinkútra, hogy látták, hogy lever a víz pánik rohamomban. Kész voltam. Még mindig issza a kocsi, még mindig. Na, ennek tényleg nem volt semmilyen üzemanyaga. De tényleg létezik az a két típus. Villanasárga tankolsz,
vagy kopra mész, és azt mondod, erre még elmegyek. Igen. Nincs középút. Szerintem ezt megbeszéltük, ez a két fajta típus van. Na jó van, így mondd majd meg, hogy mi volt a vonaton. Jó? Ja, hát na. Applikáció! Ez lesz az új jelszavad, applikáció. Ne, szerintem megnéztem, van a havi bérlet kerékpárra, és a na. Kilométer alapú. Tehát, hogy úgy tudod megvenni, hogy mondjuk nem ez sem annyira értem. Hogy mennyit biciklizál? Nyilván, igen, mert hogy meg van határozva, azt mondja, hogy kerékpár és kutya havi bérlet, 30 napos bérlet, bármely vonat második kocsi osztályra forintban, és ide van írva, hogy hány kilométer. Tehát, hogyha mondjuk én mondjuk 15 kilométerre megyek csak rendszeresen, akkor 2680-ba kerül, annyiért kell megvenni. Hát tudod, hogy honnan ingázol, hova mész? Hát azért ez. Na, csak 2680 nem, forint, és meg vagyok megveszed, egy hónapra. Kvázi feltételezem, hogy akár egy évre is megveszed, és akkor tulajdonképpen egy komolyabb beruházással, mondjuk 20 000 forinttal meg vagy egész évre. Még egy bérlet, amit majd elveszítetek. Amit pakolgatnom kell a rollerből, a bringának a táskájába, a bringának a táskájába, a rollerbe, onnan a hátizsákomba. Jó, nem, jó lesz ez. Jó lesz, az vonatozol egy kicsit. Na, jövünk mindjárt, gyerekek, is, ha minden igaz, Szilágyi Áront hívjuk. Lehet, hogy ő már hazajött, vagy még Tokióból, mindjárt utána járunk. Uh-huh. Minden esetre, ha minden igaz, és a technika is úgy akarja, akkor Szilágyi Áronnak tudunk gratulálni élőben, mert ő lesz itt velünk rögtön a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel jó reggelt kívánunk. Mindenkinek itt vagyunk. Gyönyörű idő van, elment ez a kis átszáguldó vihar, ami talán nem is front volt, csak egy pici vihar. Szelecske, igen. És hát marad a jó idő, marad a meleg egészen szombatig vagy vasárnapig. Akkor jön majd egy kicsi hideg front, de nem lesz vészes, csak mondjuk a 38-ból lesz 30. Vagy 33. Vagy 33, igen, vagy 35. És... egy hónap, és ráfordulunk a szeptemberre. Na, kezdi megint, mindjárt jön a karácsony. Isten, kezdődik az iskola. Olyan jó az a nyár, amikor nincs ezzel gond, nem? Nem írnak a tanárok, nyugi van. De azért nem rossz, amikor így szeptember elején... bemennek az iskolába? Igen? Az se rossz. Na, hát igen. Én még bírom, hogy ott vannak, meg most nem kell ezzel foglalkozni, ez olyan jó, nem? Ez nagyon-nagyon gond. Írassd át őket valahova arra a környékre. Biztos van ott egy jó iskola. Igen, és maradna továbbra is a bejárás jófokról és környékéről. 13. kerületben a Futár utcánál bombát találtak, ezért teljes zárás van a BKK járművek terelő útvonalon, közlekednek, köszönjük szépen. 16. kerület Veres Péter út, Imre utcánál motoros bukott, egy sáv járható, ez pedig kifelé torlódik. Köszönjük szépen. Ez a bomba dolog milyen érdekes, ez idők végezetéig fogják találni ezeket a bombákat. Elképesztő, hogy hát ennyi évvel a második világháború után még mindig. És ha még szétnézné, hogy hányan élesítenek rajta kaszát, ja. Emlékeztek a sztorira, meg van, hogy Sanyi bácsi ott kopácsolta a kaszáját rajta, csak hogy nem robbant fel az egész falu. Igen. Na, gyerekek, ha minden igaz, akkor sikerült előkeríteni. Igen. Kicsit izgultunk, mert nem vette föl a telefont. Igen. Valószínűleg még kint van, egyébként Tokióban annál mindjárt beszámol, de nem sokára egy háromszoros olimpiai bajnokot köszöntetünk. Nagyon-nagyon örülünk neki. Térdre imához. Mert hogyha minden igaz, akkor Áront hívjuk mindjárt. Igen. Pillanatokon belül, már aki most már... Ha Anna átadja nekünk egyébként, mert... Anna nagy rajongó. Igen, nagy rajongó Anna, és hát hogyha... Igen, a Peti is egy jó képű srác, de azért Anna homályos tekintettel tárcsázza Áron számát. Igen, fél órája is folytat privát beszélgetéseket, úgyhogy Áron már szeretni lenni. Anna beszélt az Áronról. Igen. A csajok oda vannak Áronért egyébként, igen, nagyon. Igen. A kisugárzása, az új embersége. A szemét szokták nagyon emlegetni. Igen. Hát, meg úgy egyáltalán szó. Nézd, itt olvadozik. De vele is virulok. De most éppen már beszéltem vele, bocsánat, de... Igen. Tehát rossz számot hívj. Beszéltem vele. De mert volt benne nálunk egyszer a klasszban még 1000 éve. Igen, már ott is olvadoztál? Igen, ott is olvadoztam. Bejött oda a kis szobámba, ahol dolgoztam. Hát ne hívjuk a szobának, egy lyukban dolgoztál 7 évig. Igen, kis nyomorúságos lyukban. Nyomorúságos rókajukban ültettek téged. Állott volt a levegő. Jó, hát megértjük Lajos TV 3 milliárdos költségvetésben, nem fordult volna bele egy stúdiót. Megértjük, hogy ott is ment a szarág. Uh-huh. Nem telt rá. Jó, nem hoztunk rá, hogy normális helyen dolgozza. Itt vagyok, Károszal. Gyerekek, na, hát a minden igaz. Anna, könnyes, párás tekintettel. Nézd meg, vonalba tette. Itt van velünk Szilágyi Áron. Hello! Jó reggel! Szia! Jó reggel!
Sziasztok! Hello, hello, hello! Jó hello, reggelt Áron. Nektek! Hát nem volt könnyű téged adásba nem, tenni. Nem, Anna nem. Kétszer mellé ütött, háromszor elsírta magát, igen, négyszer elhomályosodott a tekintete. Van itt egy olyan rajongold, ami emberről. Az enyém is, az enyém. Na, hát figyelj! Én is már itt megkönnyeztem. Nem is tudom, hol kezdjük. Hálózati gondjaink vannak Japánban, de nehéz. Most már csak a pihenés, a lebegés, az öröm, a feléd irányuló szeretet befogadása, a feladat tulajdonképpen vége van mindennek, nem? Végeztetek, lement minden szám. Ez ma reggel tudatosult bennem, igen, hogy felkeltem, ugyanúgy készültem, hogy megyek edzeni, készülök a versenyszámra, de realizáltam magamban, hogy nincs tovább, de ennek a versenynek vége van, ezt letudták, úgyhogy most kezdtünk el lebegni, örülni, ünnepelni, igen. Igen, a döntő után nincs még egy döntő. Igen, azt olvastam, hogy amíg ugye nem ment le a csapat, addig nem is adtad át magad ennek az érzésnek. Milyen így felkelni, vagy mi az, ami tudatosul ilyenkor az emberben, vagy hogy ébred, vagy hogy húzza föl a redőnyt, vagy mit mond magának, amikor az a sok-sok munka így érik be, és háromszoros olimpiai bajnok lettél. Mit jelent az, hogy lebegsz? Lehet ezt írni szavakkal? Hát nem nagyon tudom leírni ezt az euforikus érzést, de próbáltam nem befogadni teljesen, mert nekem itt dolgom volt még a csapattal, úgyhogy letöröltem az összes applikációt, meg üzenetküldő applikációt a telefonomról, hogy ne is nézegessem, rengeteg üzenetet kaptam, nagyon hatalmas mennyiségű szeretet áradt a szurkolóktól felém, és ezért nagyon hálás vagyok, de igyekeztem ezt még abban a három napban az egyéni és a csapat között nem magamhoz közel engedni, mert tudtam, hogy ez a koncentrációmat megzavarja, úgyhogy csak a feleségemmel, családommal, egy-két baráttal tartottam a kapcsolatot, és hát a csapat után telepítettem vissza ezeket az alkalmazásokat, és hát ugyanúgy jönnek tovább a szeretet. Elképesztő, hogy mennyi embert mozgat meg az olimpia, meg ezek a sikerek, és egészen különleges ezt megélni. És így próbáltad magad ennyire koncentrált állapotba tartani, hogy még az appokat is letörölted, hogy ne is jusson el hozzád semmi? Azért ez egészen durva koncentráltságról tesz a bizonyságot. Hát azt ismerem annyira magam, hogy ha nem törlöm le az alkalmazásokat, akkor nem tudtam volna megállni, hogy ne azokat nézegessem folyamatosan, tudod, csak egyszerre csak egyet, jó, a másodikat is, mert azt egy ismerősöm írt, a harmadik üzenetedet is beleolvasok, hát ha valami érdekes, és akkor órákat töltök ezzel. Úgyhogy inkább lekorlátoztam magam, mert úgy éreztem, hogy erre van szükség. Meg a többiek mennyitek, te Áron, te jössz, gyere már! Jújjus, vagy még erre válaszolok! Még egy asszó! És akkor városnézés se volt, nem volt az, hogy egy kicsit akkor sétálok a csapatmérkőzés előtt? Hát ha hiszitek, hanem mi még mindig karanténban vagyunk, pedig már 12 napja itt töltjük az időnket Tokióban, de még nem engedtek ki minket, csak a szállás, olimpiai falu, illetve a versenyhely között közlekedhetünk a hivatalos buszjáratokkal, úgyhogy 2 nap múlva, amikor már gyakorlatilag majdnem hazautazunk, akkor szabadulunk, úgymond, és lesz 1 vagy 2 napunk, amikor itt a városban kitekinthetünk, de iszonyat elképesztő szigor van, tehát itt még a versenyhelyszínen belül is folyamatosan mindenkinek maszkba kell lenni, kivéve aki pásra megy, mindenhol készfertőtlenítés, távolságtartás, nem mehet sehova. Nagyon szigorúan betartják ezeket a japánok, de ezt előre tudtuk is, hogy itt ebben nem lesz kert, mert itt ezzel fogják velünk tartatni. Ez érthető, de azért ez egy más jellegű olimpia, mint az eddigiek, ahol voltam. Nem lesz nagy dajdajozás az olimpiai faluban, igen. Ami volt Rióban. Lehet, hogy te már másképp is örülsz, mint mondjuk a fiatalok, vagy mondjuk egy első érem után, és hogyha már egy az érmek meg az, hogy te gyakorlatilag legendává váltál, és háromszoros olimpiai bajnokkal beszéltünk most, ez így szerintem, hogy adja a kérdést, hogy volt ennek egy ilyen érzelmi íve, mondjuk azt mondod, hogy a harmadik még nem ülepedett le annyira, de hogy az első, a második és a harmadik olimpiai bajnoki cím az hogy csapódott le benned? Volt nagy különbség? Na, hatalmas különbség, persze. 22 évesen a top favoritokat megelőzve nyertem az első aranyérmemet, amire én magam sem számítottam, és a turkolók sem. Az egy nagyon különleges érzés volt. Rióban azt szerettem volna bizonyítani, hogy nem egy kifutott eredmény, hanem van mögötte tényleges teljesítmény, és sikerült megvédenem a címemet, arra nagyon büszke voltam. Ez a harmadik arany pedig egészen elképesztően hihetetlen, tehát ez már nem,
és már nem tudom hova rakni a polcon, tehát erre még idő kell, hogy ezt megemészem, hogy mi is történt. Hát igen, meg a legtöbb ember erre rá se lát, hogy ez micsoda lemondás, milyen felkészülés, mennyi edzés, mennyi pszichológizálás, mennyi gyötrődés, önemésztés. Ráadásul a 2020-as évben ugye minden bedőlt, a formaidőzítés, az újra megtalálása a motivációnak, szóval ebben mi meló, mi psziché, micsoda lemondás van, ezt tényleg csak azok tudják, akik benne vannak. Figyelj, olvastam veled egy hosszú interjút a Nemzeti Sportban, és azt mondtad ott, hogy a sportpszichológusoddal ti kitaláltatok minden asszóra egy varázsszót, vagy egy mantrát, vagy egy motiváló kifejezést, amivel te fókuszba kerülsz, vagy sikerül megtartani a fókusz, és ezt te magadnak az asszó előtt, amikor pársra léptél, akkor te ezeket mondogattad? Jól értelmeztem az interjúdat? Abszolút, pontosan ez történt. Úgy indultunk neki a pszichológusommal, hogy rajzoljam le, hogy mit szeretnék, de megállapítottuk, hogy jobb lesz, hogyha inkább leírom mindenkinek. Úgyhogy egy-egy kifejezést kerestünk. Nyilván az elmúlt két olimpiai emlékekből elő turkálva, és azt megfogalmazva, hogy mit szeretnék érezni azokban az asszókban. Egyébként nem titok, ilyesmiket írtam le, hogy lendület, magabiztosság, türelem, tehát ezek voltak egyfajta kulcsszavak, amire így próbáltam emlékeztetni magam az asszó előtt, illetve az előző napokban. Ez is igazából a koncentrációt fokozza, ad egy magabiztosságot, tudatosságot, úgyhogy nekem ez a módszer most bejött nagyon. Tehát nem ilyen fiktív kifejezések, hogy a búgocsiga, a krumpli nyomó. Úristen, mi volt a krumpli nyomó? Az mi volt? Tudtátok, hogy miről van szó. Igen. És hát ugye van most rólad egy film is egyébként, amit talán már kereskedelmi tévében is leadtak, ugye, mert ugye a 2016-os Riói olimpia után téged éveken át követett ugye egy kamera, a felkészülésedet, a rémálmaidat, a küzdelmeidet, mindent, ami, hogy lássuk, hogy e mögött azért micsoda meló van. És talán ebből a filmből derül ki, hogy neked az egy visszatérő álmod, hogy te vagy lekésed a versenyt, vagy nem érsz oda, vagy hogy kikapsz, és hogy erre próbálsz te aztán rádolgozni az edzésekkel, hogy ez az álom ez ne váljon valóra. Szóval, hogy itt nagyon nagy démonok vannak, erről akarok beszélni, mert az edzés munka és a fizikai része az egy dolog, de hogy közben az ember pszichéjében mi zajlik, az egy másik dolog. Hát persze a sporthoz hozzátartozik, hogy mi a sportolók nagyon szeretünk mérni, és az a célunk, hogy sikereket, győzelmeket éljünk át a pályafutásunk alatt, de egy másik oldala ennek az érmének, hogy azért a vereségtől meg rettegünk, és ezt minden vízünkkel, porcikánkkal félünk tőle, és ezt kerülni akarjuk. Hát nyilván ezt kell tudni balanszba tartani, és sőt, inkább a sikerorientáltság felé eltolni. De hát az emberben persze a hétköznapok alatt egy-egy kudarc után, vagy hosszú sikerült edzés után is azért ott megszólal a kis ördög, és a belső hangok között tudnak negatívak is lenni. Ez igen, ez megjelenik a filmben, Muhyand is követett egyébként 4 éven keresztül versenyről versenyre, ott volt a világkupákon, Európa világbajnokságokon, edzőtáborokban, még az esküvőmre is meghivattatta magát, úgyhogy ott abból a filmből sok minden kiderült. Igen, azt érdemes megnézni, ez egy nagyon-nagyon klassz kis film. Ez tényleg egy visszatérő álom? Effektíve, konkrétan, hogy lekésed a versenyt, vagy hogy kikapsz? Tehát ez többször megjelent neked álomban? Igen, egyébként többször az, hogy lekésem, tehát nem is az, hogy megvernek az asszóban, hanem hogy túl sokáig szedelődködöm, vagy az ébresztő nem szólal meg, vagy csak lassan haladok, és valamiért ez a félelem, nem volt velem ilyen, tehát nincsen traumatikus élményem ezzel kapcsolatban. Ezt még nem fejtettük meg, hogy miért van, de nem baj, egyszer-kétszer kibírom. Érdekes, hogy most elmúlik-e ez, érdekes, hogy ez most oldódik-e ezzel, vagy hogy ez most helyezzük-e, vagy hogy az állam ez visszatér-e, ez egészen elképesztő egyébként. Mondja, Gyani, mit akartál ja, amit kérdezni? Ja, csak a filmnek a címét, hogy egy mindenkiért, hogyha esetleg valaki rákeresne, akkor szerintem ilyen videómegosztó portálokon meg is találja és megnézhető. Én azt gondolom, hogy egyébként az ilyen sportolókról készült portréfilmek nagyon sok olyan tanúsággal szolgálnak, amit a civil életben mi is
átlag emberek is tudunk használni. Igen, meg hát talán akik most éppen hosszúkat inkább ócsárolják a fotelből, ezt lát, megnéznek egy ilyen filmet, bár vívás nem úszás, azok azért rájönnek, hogy emögött micsoda meló, micsoda lemondás van. Hogyan tovább, Áron? Az ember elkezd már ezen gondolkodni? Vagy most egyre csak a lebegés, az öröm, és aztán, mit tudom, egy hónap pihi ismerve téged, talán többet nem is nagyon fogsz. Van-e már valami, vagy tudunk-e már valamit arról, hogy hogyan folytatod? Az a tervem, hogy folytatom. Igazából nem találtam semmilyen okot arra, hogy miért ne folytatnám. Szeretem, amit csinálok, sikeres vagyok benne, élvezem, úgyhogy azt hiszem, hogy ebben még van egy pár év, és megcsinálom a párizsi olimpiát is. De ahogy mondtad, most egy kis pihenő következik, ünneplünk a csapattal is, aztán majd szerintem olyan szeptember környéken veszem le újra a szögről a kardomat. Ki a legidősebb vívó, aki most a páson van, vagy meddig lehet ezt csinálni? Ugye minden sportnak megvan nagyjából az a ideje, ahol az ember kiöregszik. Ki most a rangidős nálatok? Ki a legidősebb? Pont volt a csapatmérkőzésen az olaszok ellen egy Ádó Montano, Decsi Tamás összecsapás, és a kettejük össze átlag életkora az a 80-at csapdossa. Pont össze is nevettünk, hogy volt az első fussbörögtnek, felszántották a pástot, és oda-vissza négyszer kergették egymást. Mi meg ott a 20-30 évesek csak néztük, hogy mit csinál ez a két öreg csávó a páston. Lehet ezt még, és vannak jó példák, azért ők megmutatják, hogy ezt még akár 40 évesen is simán lehet űzni. És a következő olimpia csak 3 év, úgyhogy igazából nem is kell sokat várni. Ebben még simán benne van még 2 olimpia is egyébként. Figyelj, azt neked mondták már többször egyébként kívülről, a világ legegyszerűbb sportágának néz ki a tiéd? Valaki üvöltözik. Mit csináltatok? Én azt értettem, hogy krumplit hagymát, valaki üvöltözik. Tehát, hogy valami félelmetesen egyszerűnek tűnik, és szerintem a világ legbonyolultabb sportja. Egy kicsi csukló mozdulat, egy pici hárítás, támadás. Nem is nagyon értem laikusként, hogy mit csináltok ott egyébként. De hogy baromi egyszerűnek néz ki kívülről. Örülök, hogyha így tűnik. Majd akkor beszélgessünk arra, hogy mit gondoltok. Hogy mit látunk? Meg akarunk hívni, ha visszajössz. Meg akarunk hívni a stúdióba, csak mutasd 2 dolgot, hogy mit lát az ember így a rostélyon keresztül, mert szerintem nem sokat. De hogy szabad civil szemmel nem is nagyon tudjuk felfogni, hogy ti mit csináltok valójában. Csak annyira látjuk, gyors, hogy kinél villan a lámpa. Nagyjából ennyit fogunk a vívásból. Hát ez a nehézsége is a sportágunknak, hogy közelebb hozzuk a szemlélőkhöz a szabályokat, elmagyarázzuk, hogy mi történik. Egyáltalán, hogy lássák az emberek, annyira gyors, ugye a penge az egyik leggyorsabb sporteszköz egyébként, azt hiszem a puskagolyó után. Nehéz ezt a szurkolók elé úgy tárni, hogy élvezhető és érthető legyen. Mi is sokszor fogjuk a fejünket egy-egy ítéletnél, van, hogy egy-egy tus után 3-3 féle ítéletet akarnánk hozni. Van egy ilyen szubjektivitás is a sportágban, ez hozzászoktunk, és ez hozzátartozik. Ez nem egy objektív dolog, hogy kinél villan a lámpa? Azt olvastam valamelyik jó nyilatkozó, hogy nagyon függ a vezető bírótól, de azt gondolnánk, hogy ez egy tök objektív dolog, hogy akinél villan a lámpa, ott történt találat. Tehát, hogy a bíró ezt még felül tudja bírálni, vagy tud máshogy dönteni? Abszolút. Van egy írott konvenció, szabályrendszer, ami alapján megállapíthatja a bíró, hogy ki volt a támadó, milyen akció történt a páston, de neki ő is ember, ő is csak abból tud ítélkezni, amit lát a szemével, és annyira gyorsak a penge mozgások, hogy nagyon nehéz szabad szemmel látni. Most már van videó zsűri, tehát ennyi könnyebbsége van a bírónak, hogyha gondba van, akkor akár ő maga kimehet, illetve mint teniszben a sólyomszemet kikérheti a versenyző is, az valamicskét segít, de így is vannak olyan dubliós találatok, amikor igazán nehéz zsűrnek eldönteni, és hát akkor kap hideget, meleget. hogyha rosszul dönt, akkor ahogy egy sereg vívó és szurkoló nekiugrik, úgyhogy nem irigylem a legtöbbször a bírókat. Elég nehéz egy vívó asszút levezetni.
Lenne bármi esélyünk egyetlen egy pontot csinálni ellen? Feri most fog egy kardot odáll veled szembe. Hogy meddig, ha előtte iszunk valamit. Meddig kellene edzeni? De nem az, hogy megnyerje, nyilván nem, de hogy egy pontot, vagy egy találatot, vagy csak egy egyszer hozzád érjen, vagy hogy megérintsen azon az érvényes testfelületen, ami abban a számban érvényes, ahol te vívsz. Mennyit kellene a Ferinek edzeni, vagy hány évig kéne vívni? Egy pontról beszélek, nem egy megnyert asszóról, egyetlen egy pontról. Figyelj, próbáljuk ki, még... Tökre kíváncsi lennék, hogy hány év, hogy egyszer hozzád érjen érvényes találatra. Mondd ki, hogy figyelj le, 5 évig, valószínűleg 10 évig sansztalan lenne egyetlen egy pontra is bárki, aki civil. Hát figyelj, pont a Feri elég magas, kinyújtja a karját, jó messziről elér, szerintem ő jó lenne egy pontra. Oké, van olyan ruhátok, ami rám jön, mert akkor ahogy hazajöttél, én lemegyek hozzád az edzőterembe, kipróbáljuk, esküszöm. Milyen diplomatikus az Áron. Figyelj, nagyon-nagyon gratulálunk, nagyon jó utat kívánunk hazafelé, kellemes lebegést, óriási szeretet, óriási gratuláció, tényleg ez valami egészen elképesztő, úgyhogy nagyon-nagyon boldoggá tettél nagyon sok embert, és ezt köszönjük szépen neked, mert ez tényleg fantasztikus, és az egész csapatnak természetesen, mert tudom, hogy voltak azért csalódott pillanatok, de hát azért az a bronzérem is gyönyörű, úgyhogy gratulálunk neked és az egész csapatnak, mindenkinek, nagyon-nagyon megérdemlitek. Nagyon szépen köszönöm, köszönjük, át fogom adni mindenkinek. Jó utat, köszi Áron, vigyázz magadra, szépen. Köszönjük szépen. Hello. Köszönjük Szilágyi Áronnak, köszönjük szépen. Ciao, hello Áron, ciao. És olyan végtelenül szerény egyébként, az, nem? Azt hittem kimondja, hogy figyelj, a következő 15 éven sansztalan lennél, felfoghatatlan életet egyébként. Életet végig vívhatná, akkor sem. Egy pontot se. Ha lehajom. Lemegyek, ha hazajön. Jövök le a pásról, háttalálok neki, talán. És így messziről neki dobom a kardot. Na jövünk mindjárt 8:30, 8:90 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után. 3:49 lesz, 4 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello! Sziasztok, és gyönyörű idő van már kint, most néztem meg. Köszönjük, János! Kutya nem kérdezte, de jó, abszolút fontos. Nyilván látjuk. Közlekedés jó, kimentél, milyen? Megnézted, leellenőrizted, és sajtő ügyen olyan, mint az elmúlt két hétben. Csak 10 óra 5 perckor jössz ki a stúdióból, hogy tudja, tényleg. Gyerekek, én fixen hozom, amit tőlem elvártok. Ez nem egy tapéta, ez egy ablak, igen, szép idő gyerekek, van. Gyerekek, valakinek koncentrálnak is kell lenni, koncentráltnak, érted? Jöttök, mentek, flangáltok, itt egy fura dolgokat csináltok, itt kimentek, én beülök ide, 6-kor olyan vagyok, mint Áron a páston, érted? Beülök, és 10-ig koncentráltan itt ülök. Nincs itt járkálgatás, meg flangálgatás, meg kinézés, a terasz, ilyen tétlen, de ilyen fura, ilyen teszetosz a jövésmenés, amit itt csináltok. Számomra ez tökéletes értelmezhetetlen. 6-kor beülök, itt 10-ig meló van, érted? Híreket nézek, SMS-eket jelölök. Én dolgozom. Ti bejöttök ide, és majd mondtok arra valamit, amit én mondok. De amit nekem kell először mondani, azt csak én tudom mondani. Óriás tévedésben vagy, ez nem össze-vissza mászkálgatás, ez impulzus gyűjtés. Jönok vagytok. Ezt úgy hívják, hogy impulzus gyűjtés. Ti vagytok a bárányok, akik így mentek a juhász után. Én vagyok a juhász, érted? Hát egy kis kutya vagy, oda marsz, ide marsz, rendbe tartasz. A kutya az csak úgy terelget. A juhász ott a vezető. Akkor Bocskor Gábor juhász előd? Nem, az a zenebutik. Muszáj ezt így összetartani. De jöttök, mentek nekem, ez elég, hogy látom, hogy van élet odakint a stúdión kívül. Ebből táplálkozni tudsz? Talán ma még fel sem álltam. Nem, de várjál, pillanatra sem. Én 6 óra óta mozdulatlan ülök itt. Mondjuk igazad, mert te statikus vagy és stabil, tehát te vagy a juhász, mert hogyha te lennél a terelőkutya, akkor itt rohangálnál össze-vissza, de nem, te a juhász vagy. Én a juhászok nyugalmával ülök, és tudom, hogy úgyis egyben tartom a nyájat. Szétszélettek, de majd szólítalak benneteket. Akkor a szerkesztő, a mindenkori szerkesztőnk, vagy a Laci, vagy a Viki, a Pumi. Ezt, vagy a Puli, ezt nem tudom, meg tudod erősíteni Viki esetében. Miért te a Laci esetében meg tudod? Nem, a Laci Puli. Van. Igen, ő csempe. Ő de. Nyári bundás. Ő egy ilyen kopasz kutya. Na, azt mondja, hogy... Igen. Rákóczi Szilágyi párbajtőr meccs elég ősrangadó lenne, Zoli küldte nekik. Igen. Mondjuk Ferinek egyébként van a rutinja, ugye írták, hogy itt a nyárssal való hatonászás van, tehát lehet, hogy egyébként... A más nem a grill nyárs. Azért abban jó lennél, tehát lehet, hogy azért ott meg tudnád szorítani. Igen. De hogyha maradnánk mondjuk Áron szakágon, akkor kart is lehetne ebből, mert hogy ő
Mégiscsak egy kardozó. Nulla, a nulla esélyed lenne, nulla. Biztos, tehát, hogy lemegyek most már hozzá. Ha hazajön ez a fiú, én beimádkozom magam egy ilyenre, ott fogsz, sírva fogsz bocsánatot kérni az ide. Első találatom. Igen, amikor hátbadobott kardal, miközben egy zuhanyozni. Meghívjuk ide, Annának is lesz egy jó napja, föl akarom menni ezt a sisakot, hogy mit látnak azon keresztül. Nem, az egyáltalán. Akarok egy kardot fogni a kezembe, megnézem, hogy egy mozdulatot hadd próbálják ki, tökre érdekel. Hmm. Iszonyatosan dinamikus, szép sport, csak nem értem, ami történik. Aznap nem lesz best of, én azt mondom. Amikor hát az Áron ide bejön. Hát már ma is nagyon remeg a keze. Figyelj, pedig csak egy hanganyagot vág. Én emberről, e férfiről nem láttam még nőt úgy beszélni, ahogy az Anna nagyon, beszél az Áronról. Nagyon sokan oda vannak az Áronért egyébként, olyan a kisugárzással. Igen. Nagyon jó srác, dolgoztam vele ilyen Mercis rendezvényen együtt. Azt látom, hogy egyszer sofőrködött neked. Zsibbadt a kezed, vagy miért nem te vezettél? Nézd, hát csak a legnagyobbak vannak, van háromszoros olimpiai bajnok sofőre. Akkor még csak kétszeres volt. De jó, hát az sem volt rossz. A sofőr szolgálatos munkával egészíti ki a fizetését, és én itt amíg rocét is mondtam. Ezzel gyűjtött a saját öltöző szekrényre, gondolom. Nem, ez az a kép, amit én kitettem, pofátlan módon ráfurakodtam arra a képre, ahol kell ennyi egománság, hogy az ember köszönt egy háromszoros olimpiai bajnokot, aki egyébként a képen vezet. És kisebb, igen, te vagy elől. Ekkor kell, ez az arc, erre szükség van, én vagyok elől. Így köszöntettem, hogy Áront az Instagram oldalon. Egy közös rendezvényen készült, egy ilyen Mercis tesztvezetés rendezvényen. Hát ez egy tavalyi kép egyébként. Többen bekommentelték, hogy miért én kim vagyok, vagy ő hogy ért haza ilyen gyorsan. Nem tudom, akkor ott van baj bőven. Na mi van, olvadsz? Igen, igen, tehát hogy nagyon-nagyon szeretem őt, tehát majd mondjátok meg előre, mert akkor oda kell magam tenni, tehát hogy akkor különösen de csinosan fogok. De mit csinálsz, hajat mosol, megfürdesz? Igen. Dezodorant fogok használni. Aha. Ünnepi nap lesz. Jó, szólunk akkor, hogy mikor jön. Mindenképpen. Na, hogy a hajtás csatakos lett, Bogán. Csatakos lett, Bogán. Figyelj, annyira egybe van a Pali, hogy azt elmondani nem lehet. Tehát akkora sportember, és olyan jó képű Pali. És az a megdöbbentő, hogy így ránézel a kis adatlapjára, és látod, 31 éves. Dolgom hogy... ki kell mennem dolgozni, most nem érek. Nem dolgozni, mert nem tudjuk. Az a 20 év közöttetek, az meg semmi. 31 éves. Hogy ebből a három olimpiai bajnoki címből simán lehet, hogy lesz négy is, vagy igen, akár még több. De igen, hogy ő még ki tudja, hogy meddig vívhat. És ha fiatal, nem vív majd jól, akkor ugyanarra sorsa jut, mint Katalin a másik oldalon. Ez azt is figyeld meg, fog, hogy kimegy majd, nem tudom, Párizsba. Más személyiség, őt el nem tudnám képzelni, hogy így osztanak, hogy nem, a Katinkát. Nem, az nem személyiség függő. De. Szerintem nem. A magyar ember megkeseredése. A Katinka. Miért kap most akkor ennyit Katinka? Tehát mivel hát érdemelte ő ezt ki? Évekért, hogyha belegondolsz, akkor azért mindig volt valami, hogy mi az, hogy ő ingyen használhat úszodát, más nem használhat, mert ő odaállt, ahova nem volna. Várjátok, ha ezt mondjátok, akkor kicsit legitimizáljátok azt az erőszakot. Nem, verbális erőszakot. Nem. Tehát a személyiségével váltja ő ki? Nem a magyar ember is ennyire megkeseredett, frusztrált más és szurva. Tehát mi a két embernek, hogyha egymás mellett teszed őket, jó, fie. Én el tudom képzelni, hogy három kimenne Párizsba, és nem nyerne ugyanezt, hogy na minek nem menték ki, na úgy kell neked, na már nagy lett az arcod a három után, figyeld meg, hát ez emberfüggő. Nem lesz ugyanilyen, ott is az lesz, hogy jaj, szegénynek már nem megy úgy, ott ilyen lesz a komment. Van ilyen magyar kommentelő, hogy jaj, szegénynek már nem megy úgy, igen? Ott biztos, hogy sokkal több lesz az, aki azt mondja, hogy igen, de van három olimpiai aranya. A Katinka esetében. Hát a Katinkának is van annyi. Van neki, így van, de más a személyiség. Hidd el, hogy ő ezzel is kihúzta a gyufát. Most ezzel lehet, hogy én meg ezzel húzom ki a gyufát, de én azt gondolom, hogy ez szimpatikusabb, szerethetőbb. Egyszerűen. A személyisége, mint a Katinkáé. Én szerintem a magyar troll kommentelők függetlenül a személyiségtől mindenkivel leszámolnak, aki nem hozza azt, amit ők a fotelből egyébként olyan nagyon elvárnak. Ez a düh és elkeseredés és megkeseredés hullám és agresszió, amit most kap a Katinka, ez szerintem már a személyiségén felüláll, nem, vagy független. Ilyen szintű dzsihád senkivel szemben nem volt eddig, még ha Erdély nagyobb hibát is követett el ebben az országban. Ez Katinka ennek köszönheti, és a Janinak ebben tökéletesen igaza van. Így van, úgy is kapott volna, de hogyha ő az elmúlt éveit egy sokkal szimpatikusabb, szerethetőbb köntösben tölti el, akkor nem ennyit kap. A sikereit mindig legitimizálnak és megvédenek. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ez egy pajzs előtted, az arany, meg a rengeteg érem, amit hozott az évek során, és abban a pillanatban, ahogy ez nincs,
Rögtön. Tehát, hogy ha ő egy sokkal szerethető, sokkal szimpatikusabb karakter lenne, hogyha tényleg olyan lenne mondjuk, mint amilyen az Áron, és mondom ezt nem, most ne keverjük össze azt, hogy én respektálom-e vagy sem, én maximálisan respektálom, egy óriási sportembernek tartom, és igazságtalanok, amit most kap, de a személyisége miatt kap, is kapja ezt a dolgot. Tehát, hogy neki van egy ilyen attitűdje. Az Áron meg tehát ránézel és elolvadsz tőle, mert egyszerűen nem tudsz rá haragudni. Tehát, hogyha ő most nem nyert volna ebben a döntőben, vagy nem hoz semmit, akkor sem kapta volna meg ezt. Most kapott ő például egyetlen egy negatív kommentet szerinted a bronzért, a csapat bronzért? Hát azért az nem ugyanaz most. Az nem ugyanaz, mint hetediknek lenni. Ebben tökéletesen igazad van, de ott is egy kicsit mondhattuk volna azt, hogy azért az lehetett volna arany, gyerekek. Lehetett volna arany az a csapat, és hát az Áron milyen ügyes volt az egyénibe, aranyat csinált, itt meg már biztos elengedte egyet. Itt az úszószövetség, a balhé, a szerződés, a politika, az aréna használt, az úszoda, annyira ezek tették most Katinkát céltáblává, és kapja meg ilyen igazságtalanul. És addig, amíg hozod az aranyakat, és világbajnok, vagyis Európa bajnok. Tehát senki nem hozza élete végig. Hát egyszer mindenki elfárad. De addig nem lesz ez tétel, mert addig egy kicsit így megvonod a vállat, hogy... Ja, értem. Érted? Hogy minden meg van bocsátva, hiszen újra aranyat hozott. Ő most nem hoz, ezért ráborul az elmúlt 10 év. Ez van. Így van, pontosan. És az Áronnál nem tudsz ilyeneket mondani. Tehát ott nincs mit kiboríts. Hát ez egy arany tündér, gyerek. Ránézel, azt meg akarod ölelni. Na de a fotel kommentelők 80%-nak nincs igaza. Jakobus Zsuzsitól vett nincs, el. Kiderült, nem vett el. Úsztak egyébként. Jobban úszott Jakobus Zsuzsi férje álmodta, nem vett el. Zsuzsi nem volt olyan formában, nem jutott volna a döntőbe. De a fotel kommentelésnél a tényekhez aztán senkinek semmi köze. Nekem ez akkor is megdöbbentő, megmondom őszintén. Olyan szinten hálátlan és tufa és tuskó tud lenni a magyar ember. Én nem tudom, hogy más országban egy ennyi olimpiai világkupát megnyert embert így szétszednek. Kell, hogy járjon egy általános tisztelet. Független attól, hogy a személyiségedben lehet, hogy adtál rá okot, vagy nyilatkoztál, vagy nem voltál mindig kedves, vagy nem válaszoltál mindig a sajtónak, vagy összefonódtál kicsit a mindenkori politikával. Én szerintem van egy szint, amit már nem kaphatsz meg, mert kiérdemelted, és amit most ő kap, az nagyon-nagyon méltatlan. Független a személyiségétől, mert akkor ti azt mondjátok, hogy azért őről egy kicsit kiváltotta, rászolgált, érthető. A rászolgált, nem jó? Nem, tehet róla. Akkor most ezt mondom, hogy az ő személyisége tehet róla. Finomítok, de nagyjából akkor ez az üzenet. Egy kicsit definiálni próbáljuk meg ezt a fajta reakciót, tehát hogy se, bármit mond, bármit nyilatkozik, bármilyen. Semmilyen szinten nem írom alá, hogy ezt ő kiérdemelte volna, mert a sport sikerei legitimizálják. Tehát ha valaki azt mondja, hogy arrogáns, nagyképű, hogy stb. De hát, hogy ez a tudod, nagyképű, hát van mire. Vagy nagyképű, vagy annak értelmezed, vagy úgy gondolod. Hány ember ismeri valójában? Hány ember beszélt vele valójában. Egy maszkulin típus, vagy legalábbis annak látják az emberek. Most gondold el például, állítsd egymás mellé mondjuk Hosszú Katinkát, és a Kapás Boglárkát. Érted? Tehát, hogy így, hogy az egyik egy hihetetlenül szeretető, cuki, édes kis, a másik pedig egy kőkemény. A személyiséget addig meg tudod bocsájtani, míg van 3 olimpiai arany, ahogy ezt nem tudod hozni, azonnal előre jön a személyiség jegybeli utálat. Ennyi történt. De hogy tudsz valakit utálni, akit nem is ismersz? Hogy tudsz valaki irányába ennyi dühöt, frusztrációt táplálni, akiről fogalma nincs, hogy ki valójában? Hogy tudsz valakit ilyen szinten ócsárolni, hogyha az utcán találkoznék veled, leköpnélek? Ilyen kommentek jöttek, holott ez a csaj, ez 16 éve hajnali 3-kor beül a medencébe, beáll, és 15 éve nem csámás. És amikor ott vagy, hogy szól a himnusz, akkor hátba veregeted, most meg leköpnéd. Hát akkor az a te mert neki olyan a személyiség, ami neked nem tetszik. Ez a személyiség kell ahhoz, vagy ez is, ez a fajta extrovertáltság, introvertáltság, nagy képviség, bármi, hogy a csaj sikerorientáltan odaúzd, érjen 10 világkupán, és ez lehet, hogy az van, hogy nem kedves, vagy hogy van valamiféle, nem tudom, ferdülése, vagy furcsasága, de hát azért ilyen szinten már persze, hogy van, nem? De nem tudsz megbocsájtani, hidd el. De mit nem tudsz, hogy összetépett egy múlva szerződ? Ne, mit? A politikai hogy lekezelt Orbán Viktorra, vagy hogy most gratulálnék a miniszterelnök? Hát most én nekem gratulál a miniszterelnök, és én világbajnok sportol lennék, én is elfogadnám, oda mennék kezdet, hogy mit tud mondani egy sportol, hogy nem megyek el? Nekünk nem baj, de az emberek egy bizonyos részének, aki ezeket a kommenteket írja, és például gyűlöli a jelenlegi politikai vezetésünket, odáig nem lesz baj, hogy lepocsisztál vele, amíg olimpiai aranyat hoz.
hozol. Onnantól kezdve összemossák az egészet. Na nézd meg, ez is csak eddig azért volt ilyen jó, mert lepocsizott az Orbán Viktor. Én ezt értem, érted? De a miensége és a mélysége és a tufa és a tahósága az egy nyílt színi leszámolás, ami történik most ezzel a nővel. Így van, ez történik. A személyiséget sem szolgált rá, hogy te mondjuk egy kicsit fent hordod az orrod, vagy nem vagy kedves, érted? Tehát a mértékét próbálom összehasonlítani azzal, amit ti mondtok, hogy az ő személyisége milyen. Ilyen, amilyen. Oké. Egyébként 10-ből 9 nem is ismeri, 10-ből 8 még egy medencébe se tudna leúszni 50 métert. Persze. De ezt a nőt lemészárolják most a Facebookon, igen, meg mindenhol. Igen. Hát azért ez egészen megdöbbentő, hogy olyan szintű tisztelet kellene, hogy kijárjon neki, és emellett nem azt mondják, hogy szomorú vagyok, csalódtam benned, hanem azt, hogy leköpnélek, és rohagy meg, és egyébként is a politika, meg az egész, még mindig is tudtad, meg a dopping, meg a nem tudom, tehát brutális, amit kap. Te mondtad, hogy mivel egy órával ezelőtt, és ez így is van, hogy ez egy a kommentelői attitűd, hogy szinte ugrásra készen várnak, hogy hibázzál. De hogy, tudod, mit várnak? Hogy veszítsd el a döntőt, hogy egyáltalán ne kerülj, hogy ne hozd azokat az eredményeket, amik azzá tettek téged, ami vagy. Igen, vagyis kicsit a siker, annak drukkolnak, hogy te belebukjál. Várnak kicsit olyan, hogyha már előre meg lennének írva ezek a kommentek, és csak egy entert kelljen nyomnia, akkor abban a pillanatban, amikor de akkor ez nincs elbukott. Összefüggésben a személyiséged, de ez az eredményeiddel van összefüggésben, úgy, hogy azt várják, van, hogy most már túl jó vagy, bukjál meg, mert már kicsit neked túl jó, menj, rohagy meg. Ez van, meg azért is van, mert gyűltek ezek az impulzusok vele kapcsolatban, az, hogy az Orbán fotózkodott, az, hogy ő lehet, hogy jobb kondíciókkal kapott meg mondjuk egy úszadá, az, hogy ő úgy nyilatkozott, az, hogy szétépte a szerződést, stb. De egészen addig erre nem reagálsz, amíg olimpiai aranyat hoz. Ilyenek vagyunk. És akkor az összes eddigi a Katinkával kapcsolatos érzésed előtódul, amikor ő hetedik helyen úszik egy olimpián. És addig vagy védett, vagy addig védető, is, amíg... 50 méter. De a Katinkával kapcsolatos érzéseid milyensége sem lehet ennyire durván indokolt. Tehát amikor most nem jó példa, de amikor minket egy ország szeretett, hordott a vállam, hogy belebuktunk egy műsorba, lemészároltak. És azt nem lehet mondani, hogy mi a személyiségünkkel okot adtunk rá, mondjuk én igen. De hogy mintha várnák, hogy, tehát mintha a magyar ember olyan lenne sokszor, hogy várná, hogy egy sikersorozat véget érjen. Ezzel az ország is az ő sikersorozata is véget ér, mert nem szól a magyar himnusz. De azt mondja, hogy na, hát tudtam, hogy egyszer meg, hát tudtam, hogy na, nem vagy azért olyan jó. Igen. Hát rohadjál meg azért, tudtam, hogy nem fogsz annyit úszni. Már kicsit vártam is, hogy ne úszál már, már túl jó, mert már túl sokat kerestél, már túl sok szponzorol, tököljétem meg ott a medencébe hetedikén. És így állsz, és azt mondta, hogy atya úristen. Érted? Miért? Az, hogy nem szeretjük, oké. Okay. De hogy miért drukkolunk annak, hogy most már kicsit bukjon meg? Hát kevesebb érmünk lesz. Hát ez milyen megdöbbentő? Annak tudatosan szerintem senki nem drukkol, sőt... Kicsit nyilván... várja. Nem. Kicsit túl jól azt megy. Várja, hogy kiírhassa ezeket magából, hogyha nem történt volna így, és ő aranyat hoz, akkor most nyilván megint ez nem kerül elő, de nem annak szurkol a nép, hogy ne nyerjen, hanem ha már nem nyert, akkor végre a szaros vödröt ki tudom önteni a Katinkával kapcsolatosan, érted? És akkor mondom, nyer valamit gyorsan, is újra imádjuk? Valószínűleg igen. Ha még nyer, és kívánom, hogy nyerjen, ne így hagyja abba. Tudod, mivel lehet, hogy ennek az emberek az életében is volt pár padlózás, ő is lehet, hogy valamilyen szempontból egy vesztes, nem tudott odaérni valamiben, vagy nem tudott odaérni semmiben, és ezáltal, igen, hogy ez semmiben. Az ember elbukott, egy kicsit a távolság csökkent kettő között, na tessék. Jogosnak érzed, hogy na, végre tessék. Elmondhatod, hogy ő is egy mekkora szar. Igen. Érted, mert a te életed is ilyen sok volt. Sok különbség nincs kettőnk közt, gondolhatja ez át, de van. Igen. Hát, ha ma más, nem a három olimpia. Van. Ja, igen, fényévnyi a távolság. Ja, bocsánat. Mond. Egyébként kapott ő nagyon sok minden másért, tehát ez azért mondom, hogy ez egy összetett kérdés, tehát nagyon nehéz, mert ő kapott, például februárból olvastam, amikor a 1,5 milliós Dior táska volt a kezébe, nagyon szépen ki volt rittyentve, és kitett egy fotót az Insta oldalára, vagy a Facebook oldalára. Hát azt ne tudd meg, hogy milyen kommentek voltak alatt. Igen, vele kapcsolatosan. Na most kinek a kezébe legyen a 1,5 milliós Dior táska? Kinek? Hát ő Romány nyerte magát a kezébe? Az összes pénzdíjas verseny megnyertem, én nevehetne indult, ott megúszta, érted, megúszta ezeket az időket, megvert azokat az embereket, akiket meg kellett vernie, és megkapta azt a pénzt, ami így ezért van. Járt. Nem, így van. Érted? Tehát nem, bocsánat, nem az adófizetőknek a pénzéből vette azt a táskát. Ízekre a saját pénzéből hordta vette. Gyakorlatilag ízekre tépte, hogy merészel egy olyan fotót kitenni, hogy egy designer táska van a kezébe. Miért, kinél lenne? Tehát, hogy igen, de mindenért kapott. Igen. A delfines úszástól elkezdve mindenért. Hát ő azért egy nagyon megosztó személyiség hát igen, volt. Igen, de gondold el, hogy milyen méltatlan, hogy ennyi mindent hozol az országnak,
és aztán majd hazajössz Tokióból, ha még ott ezzel nem is szembesül, nyilván beszél az apjával, az edzővel, tudja a közhangulatot, vagy ezt a fajta komment háborút, de hogy hazajössz, és ezzel itt szembesülsz, és nyilván nagyon erős mentálisan, meg fölül kell ezen tudni emelkedni. Aki ebben életben mozog, sportoló, közszereplő, ha még mindig ebben elveszik, nagy a baj, de hogy azért ez milyen megterhelő lehet, hogy te, akit a válladó hordtak, egyszer csak olyan gyűlölet hullám áramlik feléd, amit azért nem igazán értesz, mert hogy azért erre nem szolgáltál rá, szóval nem egy köztörvényes bűnöző, vagy egy zebrán egy gyereket elütő közszereplőről van szó, vagy aki nem kábítószerezett és balesetet okozott, hanem egy sportolóról, aki most nem hozta a csúcsformáját. Na, hát ennyi, azért engedtessék meg neki, hogy ne ússzon 30 éven keresztül mindig csúcsformában, javítva másfél másodpercet az adott világbajnokság, vagy valamit a világbajnoki csúcson, vagy az olimpiai csúcson. Nem csinált semmi rosszat, nem úszott olyan jól. Igen, ezt mondja is ő, hogy azért, nem halt meg senki. Hát ez olyan, amikor van egy rosszabb napunk a műsorban körülbelül. Nem? Szóval, hogy azért emiatt így szétszedni egészen megdöbbentő. Nagyon fájó egyébként. Csak ezt nem az ötödik meg a hetedikéért kapja. Igen. Na jól van, vidámok témával jövünk mindjárt egy percen pontosan 9 óra. Itt vagyunk rögtön a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék! 9 óra után vagyunk, 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok, jó reggelt! Katinka útszárolását otthon apámtól hallgatom, mire egy hallgató indok. Azóta úszik rosszul, mióta új hapsia van. Biztos sokat szexelt, nem jár rendesen edzésre. És hasonlók, nem szállok vitában, nincs értelme, csak sajnálkozom. A papa ért hozzá. Jó, papa tudja. Vágja. Hát tudja, hogy nála is nagyon komoly formahanyatlás volt, amikor sokat szexelt. És hát elmúlt. Hát, na. Én nem tudom, hogy hozott-e valami jót a közösségi oldal, de hogy sok rosszat, abban egészen biztos. Egy csomó jót hozott egyébként, de elnyomja ez a fajta kommentárad. Ha belegondolsz... Mi jót hozott a Facebook, az Instagram? Mi jót kaptunk egy tőle? Egy csomó szép helyet megnézel, a Janinak megnézed az Instát, ezt elmész várat nézni. Hozhatná ezt, de nem ezt hozza, hanem azt írja, hogy alá kommentelik, rohadjál meg, hogy van kutyád a szép helyen. Rengeteg lelkibeteg, influencer, szorongó embert, a kommenteken rágódó, a saját képein gyötrődő, retusáló tinédzsereket, fiatalokat, felnőtteket látok, hogy sok öröme ebben egyébként senkinek nincs. Ha posztolod, rossz a hasad, ha nem posztolod, megszólnak, ha ilyet teszel ki, agyon szídnak. Ezekkel az emberekkel van a probléma. Tehát van rengeteg normális ember, aki kulturáltan, mert most tényleg ez is, mint ez a rádiumúsor, ugyanolyan az Instagram is, hogy vagy felmész, vagy nem mész fel, vagy érdekel, vagy nem érdekel. Nem érdekel, akkor ne menjél fel, ne kommentelj, hogy az zavar. Persze, felmegy pufogni. Tehát, hogy amikor amikor egy olyan kommentet kell olvasnod a kutyádnak az oldalán, ami tudod, a kutyádról szól, meg arról, hogy a kutyádnak milyen élete van. Valaki beírta most nekünk egy múlt héten, hogy magatokról mutassatok már képet, a ki van ezzel a lógónyelvű kutyával. Hát de ez a kutyának az oldala. Ez a kutyának az oldala, hello. Tehát ez olyan, hogy a saját oldaladon kiraksz valami képet, és akkor ezt már számtalanszor láttam egyébként mindenkinek, tehát minden közismert személyiségnek előbb-utóbb a saját Instagram oldalán lesz ilyen komment, vagy folyamatosan vannak rajta, hogy minek mutogatod magad. Hát, mert mi az Istennek egy kutyának oldal egyébként? Minek egy kutyának oldal? Azért, mert ő egy mentett kutyus, és azt szeretnénk bemutatni ezáltal, hogy egy mentett kutyának is egyébként, aki nem fajta tiszta, és egy menhelyről hoztuk el, lehetett volna teljesen más sorsa is. Ehhez képest neki úgy alakult, hogy egy szerető családba került be, gyakorlatilag családtaként él velünk, mindenhol ott van velünk, és hogy meg szeretnénk mutatni, hogy egyébként, hogy egy picit talán azt is, hogy kellene egyébként minden egyes kutyatartónak, vagy minden egyes gazdinak állnia a saját kis jószágához. Szóval magatokat fényezitek? Nem. Egy mintát gyakorlatilag egy mintát adunk arra, hogy kellene szerintünk minden kutyussal foglalkozni. Akkor nem lennének tele a menhelyek, akkor ezek a kutyák be lennének rendesen oltva, csippeltetve lennének, akkor nem kéne az összes állatmenhelynek napi szinten küzdelmet folytatnia az ellen, hogy és gyakorlatilag a megélhetésért küzdeni azért, mert nincsen ebben az országban még mindig felelős kutyatartás. Tehát ennek van egy üzenete is. Uh-huh. Amellett, hogy szerintem rengeteg nagyon jó kirándulás tippet is adunk ezen az oldalon keresztül.
Ja, mert ott is van a lihegő kutya. A lihegő kutya. A lihegő kutya. Mindig ugyanúgy csinálnak. Egyet a Jani instájára, ott Jani és lihegő kutya. Egyet a Fruska Tiruska túrára, ott csak lihegő kutya. Igen. Érted? A lihegő kutya az mindenhol ott van, de ugyanazokat a képeket soha nem tesszük fel. Tehát, hogy ott is vannak képek azokról a helyekről, ahol mi járunk, hiszen mindig ott van velünk, de nem ugyanazokat a képeket lehet látni. És egyébként meg én azt gondolom, hogy nagyon sokan, ugye, akik jó érzésű, jó fejű gazdik, azok szívesen látnak ilyen képeket. Meg és van, aki ezért indul el. Igen. Hogy most egy csomó olyan Insta oldal indult a pandémia alatt, hogy hova érdemes elmenni. És azt így átnézed, és azt mondod, hogy basszus, elmegyek. Más meg nyilván oda ír, hogy nördött, akkor mi bű. Hát ne egyik olyan a pandémia alatt, ne járkálj ide oda. Már pandémia után. Ja, azért mondom, utána vagy. A másik meg, hogy ne járkálj el. Vannak azok az állatszerető emberek, akik, és most függetlenül attól, hogy most itt kutyáról van szó, macskáról van szó, vagy papagájról, vagy bagolyról, csak mindenki ilyen oldalak is vannak. Kedvenc bagyom? Igen. Igen, elképesztő jó oldalak vannak. Az mekkora. Én például nagyon szeretem a baglyokat is. A házi bagoly kalandja. Tök szívesen nézek olyan oldalakat, ahol bagoly képek vannak fent. És valaki szereti ezeket az állatokat, és egyszerűen szeret bennük gyönyörködni. Szép helyeken, szép kutya. Szép bagoly. Szép nyest, szép görény. Szép cica. Szép görénnyel. Én nem tudom megmondani például a macskás oldalakat sem. Elképesztően jók vannak. És ugyanarról a macskáról látsz be. Igen, van az, hogy mit tudom én, régóta posztolnak, van 500 poszt, abból az 500 posztból valószínűleg 150, mert tök ugyanúgy ül a macska, de attól még gyönyörű, attól még megzabálom, attól még iszonyú cuki, és ugyanez igaz a kutyusra, a bagolyra, meg a görényre is. Ha belegondolsz, a Facebookot azért találta fel ez a Márk nevű fiú, hogy egymással tudjanak információt megosztani az egyetem hallgatói. Hát onnan indult, igen. Oké, na innen indult el, aztán ez lett belőle. Ez már megint, ez ugyanaz, mint hát ez már nem ugyanaz, mint hogy az atomenergiát is tudod elméletileg jóra használni, hogy fűtsé, világítsa vele, meg föl tudsz robbantani városokat. Hát. Igen. De ugyanakkor meg nem kell. Tehát nem kell. Azon a Facebook oldalon nem kell, a másik Instagram oldalon nem kell megnézni az én kutyám oldalát, nem kell hallgatni ezt a rádiomusort, ha nem tetszik. Nem, ez nem ennyire egyszerű szerintem, mert hogy itt nem, mert ennek két oldala van. Tehát ez, hogy valakit követsz, az egy dolog, de hát hányszor idegeskedtél kommenteken, hányszor szorongtál, hányszor búcsúztál az Insta oldalatot. Tehát, hogy van az egy dolog, hogy én kit követek. A Facebookon igaz, Instán nem, hiszen ott be tudom állítani azt, hogy csak azok kommentelessenek, akik bekövettek. Az oké, de még a között is van paraszt, de most én arra gondolok, hogy azért nem csak az lényeg, hogy azt követem, akit érdekel, hanem mennyit feszülök, szorongok, aggódok, aggodalmaskodok, gondolkozok a következő posztomban, és mennyire megyek tönkre, hogy Insta oldalt üzemeltetek. Hát te is valamiben elfáradtál, és abba hagytad 3 hónapra. Tehát ez nem, ennél szerintem a közösségi oldal és ennek az egésznek a hatása ránk, az bonyolultabb, mert mint hogyha tetszik, követem, ha nem tetszik, nem követem, mert hogy közben neked is van egy közösségi oldalad, és az rengeteg szorongást, feszültséget, indulatot kelt benned, ahogy veled ott bánnak az emberek. Mert hogy te is közben felhasználója vagy ezeknek a platformoknak, szóval nem csak az, hogy most valakit nézek és nem követem, ez ilyen egyszerű. Lehet, de mi van az én oldalammal, lehet, érted, vagy a saját oldalammal? Ti is ezt mondtátok, és én ebből tanultam, tőletek is tanultam ebben a tekintetben, meg más, meg hallgatóktól is, akik ugyanezt írtak, hogy az arányokkal tisztában kell lenni. Tehát hogy az, hogy ne temessen maga alá téged a saját oldalat, tehát az, hogy mindenre válaszolsz, mindenkinek írsz valamit vissza, stb. És egy idő után már többet veszel tőled, mint amennyit kapsz tőle, hogy kicsit ha megtalálod olyan a helyes arányokat, akkor oké. Kicsit olyan az ember, hogy jön 100 pozitív, örülsz, és egy negatív van, akkor az meg sokkal rosszabbul ére. Igen, de a negatív, tehát hogy ez most kritika, vagy nettó gyökérség? Nettó gyökérség. Na. Általában. Hát hol olvastál te rendes kritikát? Na? Halló, a kommentek között, mert ha nem valaki nagyon rendesen, mi az SMS-sel is mindig úgy vagyunk, hogyha valaki ezt normálisan írja meg, hogy figyelj, szerintem nincs igazad, vagy tessék, itt vannak a tények, ez így néz ki, de amikor úgy kezdődik, hogy gyökér, azzal nem nagyon tudsz mit csinálni, nyilván fölhúzod magad, nem? Én kicsit se. Hát jó, de te bele se olvasol. Hát te, jó, de te sok mindenen túl vagy, ami még előttünk áll. Vagy reméljük, hogy nem is. Ne. A másik pedig az, hogy te felhúznád magad rajta, vagy állandóan minden egyes híren felhúznád magad, akkor te is. Ami pont valamilyen szempontból te is, mi is átéltük azokat a pillanatokat, amiket most mondjuk így a Katinka, hál' Istennek, nem olyan formában. Tehát, hogyha ha nálad ez ilyen idegeskedési faktor lenne, te idegroncs lenne, már felkötötted volna magad, mert úgyis előbb-utóbb valaki úgyis megtalál, azért, mert sikeres vagy, azért, mert szeretnek az emberek, azért, mert népszerű vagy. Nálad is ugrásra készen várnak. Nálam nehéz fába vágják a fejszíjüket. Igen, nem ezzel fogja megérinteni. No, nálam ez nagyon nehéz. De nem érdekel, hogy egy kommenten felhúzom magam. Nem mindenki ilyen lelki alkat. Nem tudsz olyat írni valójában. Értem. Nincs az a komment.
Nincs az, nincs az, ahhoz őket mondjuk. De ha beleolvasok, rettenetesen szórakoztat, és annyira örülök, hogy érzed ettől ilyen idegesettől a kommentől. Hát csak nevetni, meg együtt érezni tudok vele. Semmiképpen nem idegeskedni. Hát miért? Nem is értem. Tehát, hogy ebben hogy lehet valakinek kikészülni. És most nem a Katinkára gondolok, hanem, hogy most beírd a három hülye a te oldalad alá. Hát hogyan érintene meg egy általam nem ismert embernek az általam nem érdekelt véleménye a nem számító gondolatairól a teljes helyes írás hibákkal ellátott posztja, érezzem magam egy perc és rosszul, törődjek én, legyek emiatt ideges? Hát miért? Hát ki ő nekem? Vagy mit írjon bármit? Nem. Mondani sem tudsz nagyon olyat. Te meg ott vagy te. Értem, meg van két-három hát dolog ezzel a műsorral, hogy velük kapcsolatban. Hát ez az élet rövid. Amit mindig újra és újra elővesznek, és annyi, fárasztó is egyébként, meg nem is érted, hogy tehát, hogy így, amikor intelligensnek tűnő, vagy értelmesnek tűnő emberek rángatják a fülüknél fogva ezt a két-három dolgot, amit a fejünkre lehet olvasni az elmúlt 10 évből. Én arról posztolok, amiről szeretnék, arról írok, amiről szeretnék, hogy most a bitcoinos posztok, illetve arról tetszenek, vagy tetszenek, vagy most, hogy a Forbes-t kiposztoltam, és kiraktam egy éneklőt, és hogy ez én a Facebookon ezért mit kapok. Hát én ezért egy negyed gondolat másodperc erejéig nem vagyok hajlandó kicsit idegesnek lenni, vagy rosszul érezni magam. Maximum szórakoztat, hogy ilyen hülye, és hogy ezen ő hogy tudja felhúzni magán. Na, de hát azért, ha nekem ahhoz mi közöm az ő mentális állapotához? Hát rajtad, egy picit abban van között, hogy rajtad csapódik. Az nem ő tud. Mentál, hát az ő mentális állapota nyilván, akkor tud csapni, ha neked bizonytalanság van a saját mentális állapotoddal kapcsolatban. Valójában nem. Benned bizonytalanság nincs, azt tudjuk. De az nem összekeverendő a nagyképviséggel, az csak egy helyes önértékelés. Hát mi közön van nekem az ő mentális állapotához? Valójában semmi. Miért kéne, hogy rosszul érezzem magam? Hol van a kapcsolódásom? Mert mondjuk jogtalan. Jogtalan dologgal találnak meg téged, igen, és tökre értem, azt elengedtük, oké, de azért egy picit csak van benned egy olyan, hogy figyelj, ezt most miért? Hogy tényleg nem szolgáltam rá, tényleg nem csináltam meg, tényleg nem úgy van az egész. Az se bánt? Nem. Tehát abszolút el tudod egy ilyet is engedni? Abszolút. Mert én akkor így állok értetlen, hogy ezt most minek? Hogy ide se illik ebben a hangnemben is. Az se zavaró. Nem is nagyon értem. Tehát ezt a fajta kikészül, abszolút nem. Tehát, hogy nincsen semmi, ahol ő tudna rám kapcsolódni. Ha én elbizonytalodnék, akkor én nem benne bizonytalanodnék el, hanem akkor saját magamban. De én azt nem tudom megtenni. Nem azért, mert önhit vagyok, vagy nagyképű, hanem mert... Mert azt gondol mindenki, amit akar, te meg teszel rá. Így, igen. Valójában igen. Hát hogyan győzzem meg, vagy miért bizonytalanodnék el, vagy miért essen rosszul, még csak nem is ismerem. De azért, hogy az életed, ahova most elértél, és adtál számtalan tanúbizonyságát arra, hogy mondjuk te segítőkész vagy. Igen? És akkor azt olvasod magad alatt, hogy mert te is izével jársz, az soha nem segítesz senkit. Meg segítek. De hát ha én tudom, hogy segítek, az nekem elég. Én nekem nem kell, hogy ettől ideges legyek, hiszen ha ideges vagyok, akkor már vele vitatkozom. De kapsz egy jogtalan támadást. De jogtalannak akkor gondolod, ha te magadról azt gondolod. De nem gondolod, azt tudod magadról határozottan, hogy te mondjuk megfelelsz annak, ami most hiszel. Itt a válasz. És hát akkor azt el is engedheted. Hát innentől kezdve nem érzed azt, tehát hogy nem tudod azt gondolni, hogy de nem bánt az, hogy nem. Te tényleg megteszed mindent, nem. És egyáltalán akkor valaki nem. Meg azt... Nem szabad. Hát ez nem így működik. Hát az önismeretnek, meg az önszeretetnek kell, hogy olyan szinten működjön, hogy egy általad nem ismert vadidegen ember neked fájdalmat, vagy rossz érzést, vagy indokolatlan bántást tudjon okozni, vagy tudjál által érezni. Az ő mentális állapotát te nem kell, hogy magadra vedd, még ha ő annak is szánja. Miért? Hát dehogy is. Hát az... Nem tudom, nekem egy kicsit úgy az van bennem, hogy basszus, hát mi... Bekommentelek alád egyszer állnével, lepadlóztatlak. Dehogy állni, mert nem vagy te olyan. Van a saját profilom. Rendes néven. Nem tudok úgy igazából, mert valamilyen én nem tudok kommentelni, mert ha én kommentelek, akkor nekem a szerkesztői nevem jön ki, az admin nevem, aha, ami nem ugyanaz. Én nem tudok kommentelni. Instagramon igen, Facebookon nem, van egy nevem. És ha én válaszolok, vagy látod azt, hogy nem tudom milyen Otto, az vagyok én. Mert nekem van egy admin nevem. Ez nem tudom, hogy lett megcsinálva az oldal, de... Hát azért, mert kell egy normális oldal ahhoz, hogy ugye... Valamilyen Otto vagyok, igen. És ha én válaszolnék, akkor te valamilyen Ottót látnál, de kapni fogsz. Nézem az Ottót. Keresem! Kapni fogsz tőlem ilyet. Na, én sem vagyok nagy olvasgató, úgyhogy így nyugodtan. Ha téged egy komment elbizonytanít, vagy fölismer, vagy fölidegesít, vagy rosszul esik, akkor valószínűleg a lelked legmélyén azért valami igazságtalanságot érzel, vagy rátapintott valamire. Nem kell azért, hogy ha te van egy jól működő önmagaddal harmóniában lévő, nem nagy képűséget, hogy önképed, akkor el sem jut, amit ír.
vagy csak olvasás szintjén, maximum szórakoztatva az ő mentális és lelki állapota. De idegességet, feszültséget, rossz érzést nem vagyok hajlandó érezni. Aha. Hát hogyan? Hát az én magam mentális állapotát sározom be, vagy, nincs, vagy okozol magad. De miért? Mert azért, mert van valaki a világban, ebben de az, az országban. De az a valaki világban, te előtte az nem az tudtál, ő, hogy igen. Ő létezik. Nem de a hely. Szeretted, nem a családtagod, és nem azért, mert lenézed, hanem mert semmilyen szinten nem szabad, hogy hatással legyen a te életedre. Semmilyen szinten, hát ilyen szinten akkor elforgácsolódsz és tönkremiszed. Ez igaz, csak most azért elég sokat beszéltük mondjuk arról, hogy a Katinkával kapcsolatban felmerül a kommentek, meg ez a fajta ilyen fura, ilyen néparag, ami most az ő teljesítményét így kíséri, hogy ez mennyire igazságtalan. És ez a fajta igazságtalanság, amit akkor érzel, amikor ezeket a kommenteket elolvasod, ez zavar téged is, tehát, hogy amikor egy kommented, hogy anya, menj, jó, ez semmi. Tehát, hogy ezzel nem lehet mit kezdeni. Kitörlöd, kész, vagy bannolod, ennyi az egész. De amikor valaki valamilyen igazságtalan veled kapcsolatban, vagy a szeretteiddel, vagy azokkal az értékekkel kapcsolatban, amikben te hiszel, valami megfogalmaz egy totálisan igazságtalan véleményt, akkor az tud azért fájni. Mert hogy itt nem a tajgyökerekről van szó, akik csak azért mert valami problémája van, felmész az oldalára, körbenézel, megnézel két-három fotót, meg látod úgyis, hogy mi a probléma valójában. Rajta csak lecsapódik ez az egész. De miért ilyenkor te fölmész és megnézed a profilját? Haladó a srác. Én tehát, hogy valaki beír egy rondát, akkor te arra áldozol a saját értékes idődből, hogy te letanul, nem, megnézed a profilját. A trágárkodásra, most mondom, a trágárkodásra, meg a gyökérkedésre nem. De valaki olyan írja, hogy csekkolod a profilját, persze. És abból számodra kiderül valami? Rögtön. Látom, hogy mi a probléma. Megnézem a képeket, és látom, hogy valójában nem én vagyok itt. És akkor megnyugtat. Itt a probléma. De hát igen. Akkor önigazolást keresel, hogy ő a probléma, és nem te, tehát nem vagy biztos magadban. Nem. Akkor miért nézed meg a profilját? Nem erről. Kíváncsi vagyok az emberre, hogy milyen ember áll e mögött a vélemény mögött. Ha valaki megfogalmaz egy ilyen véleményt, kíváncsi vagyok rá, hogy ez az ember, ez valójában milyen ember, hogy ez tényleg rólam szól, vagy és akkor látom, hogy nem rólam szól. Látod, hogy náci horogkeresztes karszalagba áll egy izével. Így van. És abban a pillanatban... tudod, hogy jó, érted? Van ilyen. Megvan, hát tudom, hogy ez egy van, konkrétan volt. Konkrétan van ilyen is, érted? Tehát, hogy na. Tehát, hogyha valaki Lipsiköcsök zsidóbérenc, hát felmegy az adós, hogy nagyjából kb. Sejtem, miről van szó. Értem. És hívhatod magad bárminek, úgyis látom, hogy mi vagy. Jó, de akkor fogadjunk, hogy állnéven kicsit bosszúból aláírsz valamit, vagy visszaröffentesz valamit. Vagy akkor indul a kis Metal Hammer 99. Akcióval indulnak a kis mutatóujjaid. Nem, az a baj, hogy nem tudok, tehát hosszú távon. Már mindenhonnan kivarrak a Metal Hammer 99. Igen. Egyébként a legjobban ezeket az embereket, és egyébként ebben vannak közszereplők, és ezeket az embereket a szórakoztató kommentek zavarják a legjobban. Amikor túl sok a síros rögös smiley. Tehát amikor kiröhögik őket. Ezt már észrevettem. Igen, az a leginkább bántó. Nem az ilyen trágárkodások, meg beszólogatások, meg az édesanyjuk emlegetése, meg ilyesmi. Nem, hanem amikor azt látják, hogy gyűlnek a síros rögös smiley, az zavarja, és sokkal előbb-utóbb bannolnak is. Tegnap kiraktam ezt a Facebookra, ezt a Forbes-os posztot. Ahogy magamnak hátadom az elsőt, és minden. Hát azt az anyázás. Nem igaz, hát jó? Azért jött egy-kettő. Hogy nem érzed, tehát, hogy ennek a műsornak mindig a szarkazmus. És annyira tudtam rajta röhögni, hogy ez hülye. Hát egy ilyennel fel lehet húzni, hát neki baromi rossz lehet. Jézus Mária, ha ettől kiborul, hogy én saját magamnak átadok egy Forbes, kezeljük a helyén a legértékesebb celek. Na azért kezeljük a helyén. Úgyhogy 505 ezret írtak a Facebook oldalamra, ami 670 000, de nem baj, bocsássuk ez meg neki. Ez még egy régi adat. Elküldtem a főszerkesztőnek, hogy tőletek azért több pontosságot várok. De... Már régebben is nyertél. A Balázsék oldalt nézték, mondom, semmi baj, 150 000-re lekerekítettétek, de nem haragszom, ma első vagyok, nincs baj. Így nem fáj annyira a második helyezetek. Igen. De hogy kiborultak. De hogy ezért tényleg, hogy amióta ez a műsor létezik, mindig az egyik legalapvetőbb, legbombabiztosabb pontja az ironia, a szarkazmus, a humor volt ennek a műsornak mindig, és hogy vannak emberek, akik 10 akárhány év után, de egyébként soha, lehet, hogy soha meg se fogják érteni, hogy 10 valahány év alatt, amióta mi együtt dolgozunk, hogy ez így
nem esik le nekik, hogy nem tudják úgy hallgatni ezt a műsort, ami valójában szánja. Akkor miért hallgatja? Mert mindenki a saját szintén hallgatja, és annyit ért meg belőle, amennyi a saját szintje. Hát ez egy olyan, mint egy bonyolultabb film. Te csak ezt láttad, ő már azt látja, ő a mélységekig megy, hát ki mennyire cizellált, vagy ki mennyire értelmes. De nem, hogy annyira okosak vagyunk, hanem mindenkinek van egy szintje, amit dekódol a műsorból. Ez egyébként teljesen érthető hallgatói magatartás, hogy ki az áthalást is érti, ki az iróniát, öniróniát, ki meg csak azt, hogy pina. Mondjuk, ez nem volt rossz. 3-4-10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Láttad, és Balázsnak köszönhetően értékelési megismerésem rendbe jött régen, mindenért megsértődtem, meg ilyenek. Most már beveszem a tablettámat, és mások kicsinyes véleményére már nem adok. De jó fejeze, Majka. Attila írta. Ja, bocsánat. Attila írta. Anna, te kit hívsz? Szilágy járod megint. Zaklatja már. Legyen egy meglepetés még mára. Ó, legyen egy meglepetés. Ó, gyerekek, meglepetés. De várj, ki? Hát ilyenkor már best of-ot szoktunk. Valaki adásba szeretne kerülni? Meglepetés. Várj, most találjuk ki, az, vagy nem fogom tudni. Mi történt? Bekerültem a szerencsekerékbe? Nagyon nézes műsor. Bárki jöhet abszolút tedd adásba, maximum elmarad a best-of. Rám bíznátok? Rád. A gyerekek, ha valaki hozzánk be akar kerülni, kerüljön be. Nincs ezzel baj. Volna baj, ha megmondod, de ha meglepi, nem, meglepi. Nem mondom meg. Tedd oda, ahova nem van. Tedd adásba, ha oda akarod. Hívjuk újra Szilágyi Áron. Addig leadom a támogatást, jó? Jó. A közlekedési hírek támogatója netrace.hu, a piacvezető biztosítási portál. Igen. Már itt van. Ma ez egy kicsit komolyabbra sikeredett, gyerekek, de nem baj. Nem baj. Ilyen is. Meg tegnap meg azért kaptunk egyébként, mert hogy Nuni Kuki. Ma komoly volt, ma ezért kaptam. Balig volt Nuni Kuki. Nem akar összejönni a meglepetéssel. Az pont elég. Most valaki úgy akar adásba kerülni, hogy közben nem akar? Valaki szólt, hogy bekerülne hozzánk. Igen. Okay. Ennyit elárulhatsz. De hogy közben most meg te hívod, és nem veszi föl. Igen. De akkor nem mondd el, hogy ki volt, hát holnap adásba kerül. Nem mondom el. Most már várj. De akkor mi, holnap is ugyanilyen jó holnap lesz? Holnap is adásba kerül. Csaj? Nem? Nem mondok. De legalább ennyit. Transz? Azt is meg kell kérdezni, hogy egyébként transzfób vagy. Transz? Transz? Hát én aztán minden vagyok, de az nem transz. Nem tudom a meglepetést. Kis transzi. Jobb transz, bocsánat. Transzi. Jézus Mária, na most ezért mit fog kapni? Én a transzfób. Jó, akkor ez egy jó meglepetés volt. Igen, bárki szervezte, köszönjük szépen neki. Jó, én azt gondolom, hogy így lepjen meg benneteket sokszor a rokonságotok. Ez legalább nem egy kellemetlen meglepetés. Nem volt. Bárki jött volna, ennyire nem akar adásba kerülni, vagy éppen nem érjük ez el. Ez a pohárbos félig tele van. Ugye? Így van. Na. Már többen írják, hogy így én is szeretnék adásba kerülni. Én is. Nagyon jó volt ma is, Katinka esetleg. Én is szeretnék adásba kerülni. Tegyetek engem, én felveszem. Ki? Te most kit akarsz? Szerepelt lengyen valóság soban. Nem ő tegnap volt, ő a Pumped Gabó. De ön miért akarnam a adásba kerülni hozzá? Nem. Vagy Gábort akartad nekem leszervezni, aki a legkis köcsök törpézet? Igen, igazi meglepi lett volna. Közben ilyen SMS-ek jönnek, hogy igen, te köcsök törpe. Közben azért bennünket ittám szeretnek. Ne gondoljátok, hogy azért olyan rossz dolgunk van, és ez csak egy a több száz hozzászólásból, hogy te köcsök törpe. De ő rendszeresen megírja ezt meg, és így igazából, de legalább ez egy nagyon korrekt viszony kettőnk között, mert én tudom, hogy mit gondol ő róla. Azt hiszitek, hogy csak Katinkának nehéz, ugye? Olvasatok egyszer bele az SMS falunkba. És 10-ből 9 még helyesen írni se tud. Mire kibogózom, hogy mit akar? Én ezt a fajta őszinteséget, én ezt bírom. Én azt szeretem, hogyha valaki őszinte. Ez a véleménye róla, akkor ne terelgessen, mondja el. Ez a vélemény, én ezt tiszteletben tartom. Eleve az egyik felé nem tudok változtatni. A másik meg nem igaz, azt az egy páran tudják igazolni. Mármint a köcsökséget. Jó van, gyerekek, hát nem veszik föl. Nem. Marad nem a meglepetés holnapra. Én holnap nem adom föl. Jó. Várom. Jó. Tízbe öltöztetett a szívet. Most már érdekel, hogy ki volt, de akkor nem mondd el. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Jó. Hát így lepjen meg benneteket a Jézuska karácsonyt. Óriási ajándék volt. Én most nem tudom, hogy tudok-e aludni ma este. Én azt mondom, Anna, hogy így jöjjön ki egyszer az uhanyzótokból Szilágyi Áron. Mutatom, hogy mivel foglalkoztunk ma. Mivel is foglalkoztunk ma? Felhívtuk Szilágyi Áront, ugye? Aki immáron háromszoros olimpiai bajnokunk. Hát ezt soha senki nem csinálta meg ugye vívásban. Plusz csapatban azért ők hoznak egy bronzot is, ezt is említjük meg. És hát... próbáltunk ebben a néhány percben beszélgetni, nyilván nem könnyű így, hogy késik a vonal. Sok mindenről, álmokról, rémálmokról, pszichés teherről, olimpia aranyról, vívásról, sok mindenről.
Nagyon örültünk, hogy el tudtuk kapni Áront egy rövid beszélgetésre. És Anna is örült volna neki, hogyha el tudta volna kapni. De hát... Igen. És majd, a sors kifürkészetben párhuzamos életutak, ugye? Igen. Nem, hát elég komolyabb témáink voltak, mert hogy meg most látom, el is fejtettem, de hogy a Plecser Tamás, az Erste olaj és gázipar jellemzőjét felhívtuk, mert ugye nagyjából most már 70 dollárnál van a nyers olaj ára. A benzin. A benzin, igen, a kőolaj ára ugye hordonként. És arról faggattuk, hogy körülbelül hova jósolja a benzinár emelkedés. Lesz itt 500-550, esetleg 600 forintos benzinár. Mitől függ egyáltalán? Hogy kell számolni? És mi várható az következő egy-két hónapban? Hát sok optimista dolgot nem az mondott. Így. Ugye a forint nem túl erős, és közben a kereslet megnő a kőolaj iránt, ami egyértelműen felfelhajtja az árakat. Úgyhogy nem most tankoljatok, mert pénteken később lesz. És aztán olvastuk a hírt, hogy pénteken benzinár emelés, így van, így van. Mi szóltunk. Igen, na jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. A világ kőolaj felhasználása még nem állt vissza a Covid előtti szintre. Az emelkedés azért van, mert újra elindultak a hajók, a kamionok, a repülők, és elkezdtünk többet fogyasztani, de mégsem fogyasztunk annyit, mint Covid előtt. Akkor miért rekordmagas mégis? Ez valóban így van, tehát még mindig a Covid alatti szinten vagyunk, viszont nagyon gyorsan nő a kereslet, és az év végére valószínűleg meg is közelítjük azt a szintet, amit mondjuk 2019-ben láttunk. Van az emelkedésnek egyébként még egy fontos oka, hogy a kőolajtermelők egy kicsit egységesebbek lettek. Ugye ők tavaly márciusban összevesztek egymással, és hát pont ugye erre jött a Covid is, és ez egy olyan lecke volt számukra, ami tulajdonképpen ahhoz vezetett, hogy az OPEC, akiknél a szabad kapacitás nagy része van, azok most nagyon fegyelmezetten, visszafogottan termelnek. Szerencsés most számukra a helyzet, ugyanis a rajtuk kívüli termelők sem tudnak jelentősen, illetve nem akarnak jelentősen növelni a termelésükön, tehát gyakorlatilag az OPEC-nek a befolyása igen erős, és ugye emelni tudják a kőolajára. Az jó genyó dolog, ott ülnek egy csomó, nem tudom, kőolajon, de azt mondják, hogy gyerekek, lassítunk a termelésen. Túl olcsó, emeljünk egy kicsit. Két éve még a fenekeim, hát le volt esve az egész, és még talán volt olyan, hogy a tőzsde mínuszba lehetett jegyezni a Brentet, vagy nem is tudom melyiket, egy pillanatra lement mínuszba. Ahhoz képest azért most ez nagyon magasan van. Körülbelül hány százalék maga a termelő jár? Csak hogy értsük, ugye azt tudjuk, hogy csomó minden jön még nyilván a benzinára. 30-35-40 százalék, ami maga csak a kitermelési ára, arra jön aztán még az állam által rápakolt csomó dolog? Nem teljesen így kell számolni, hiszen kőolajfinomítás során nem csak benzin keletkezik, hanem nagyon sok más anyag is. Körülbelül 140 különböző terméket állítanak elő a finomítás során. Tehát lehet, hogy a benzinen ugye nagyon jó a nyeresség, lehet, egy csomó más anyagot is termelünk. Körülbelül a 30-40%-a egyébként a nyersolajára a kiskereskedelmi árból. Hát és akkor arra jön még a nagykerár és a kiskerár és az áfa, a jövedéki adó, egy csomó dolog. De hát akkor tulajdonképpen minél magasabb maga a termelői ár, ugye a kőolajnak, annál jobban járnak az ország kormányai, hiszen akkor őket többet tudnak elrakni, akár áfával, akár jövedéki adóval, nem? Jövedéki adóban nem, hiszen ez egy fix összeg, de áfában valóban magasabb bevételük keletkezik, hiszen az áfát azt a jövedéki adóval megspékelt ára fizetjük, így hogyha emelkedik tulajdonképpen a termék ára, akkor az áfa bevétel is nő. Uh-huh. Azt olvastam, ez igaz? Lehet, Tamás, jobban tudod, hogy Hollandia vezet 700 forint már egy literben. Nyilván az átlag jövedelem is más. Jellemzően Nyugat-Európában magasabbak az árak, illetve Skandinávia szokott itt vezetni. Tehát elképzelhető, hogy Hollandia egyébként az első, ezt most fejből én sem tudom. Teljesen reális, amit mondasz. Ugye mások azért a szabályozások, mert az Európai Unió egy tolik szabályt hozott létre, tehát a jövedéki adó mértéke is változhat országonként. Van egy minimum és egy maximum szint. Illetve hát az egyéb tényezők is különbözőek az országokban. Azt nem tudod véletlenül, hogy a világ, ahol a legalacsonyabb, és az mennyi uh-huh. körülbelül? Kiugranál. Hát, mennünk két marmonkannával. Nyilván olyan országokban, akik olajtermelők, én úgy tudom, hogy Venezuela egyébként a legolcsóbb. A probléma az az, hogy a venezuelai olajipar az gyakorlatilag teljesen megfeküdt, úgyhogy olcsó az olaj, illetve olcsó az olajtermék, a benzin és a dízel, viszont nem nagyon lehet kapni. Aha. Azt jól olvasom, hogy akár 100 dollárig is mehet, ami még azért egy bő 30-40 százalékos emelkedés, akkor azért azt láthatjuk, hogy hova vezet majd a kutakon. Elképzelhető, ilyen célárak vannak most 90 vagy 100 dollár akár? Nem jellemző. Tehát alapvetően a piac inkább arra számít, hogy egy 80 dolláros szintig emelkedünk. A 100 dollárról nagyon keveset lehet olvasni, az alapvetően nincsen benne a papiban. Én azt gondolom egyébként, hogy itt az OPEC-nek is az a politikája, hogy ez a 70-80 dollár, ez egy jó szint.
Tehát itt már nekik megvan a saját pénzük, a saját bevételük. Ennél magasabbra ők sem szeretnék emelni, mert azért a fogyasztók azok elkezdhetnek ugye, csökkenteni a fogyasztáson. Különösen a fejlődő piacokon ez az ár már nagyon fáj. Én azt gondolom, hogy ez a mostani szint egy picit maximum drágább lehet, ugyanis az látszik, hogy az OPEC nagyon hatékony, és az is látszik, hogy azért a világ igen gyorsan kezd visszaszokni az olajfogyasztásra. Fölfele pedig én azt hiszem, hogy az OPEC politikája meg fogja akadályozni az emelkedést. Nekik még egyébként van egy 6 millió hordó per napos tartalékuk, azért az nagyon sok, és ezt szépen csöpögtetik vissza a világnak. Csak a tartalék. Nem, van egy kicsi tartalék, ülnek rajta, mekkora genyók egyébként, nem úgy játszanak velünk, hogy akarnak, azt csánk, amit akarnak, miközben gennyesre keresik magukat. Szilágyi Áron, hello, hello, jó reggel! Szia, jó reggel! Sziasztok! Hello, hello, hello! Most már csak a pihenés, a lebegés, az öröm, a feléd irányuló szeretet befogadása, a feladat tulajdonképpen vége van mindennek, nem? Végeztetek, lement minden szám. Ez ma reggel tudatosult bennem, igen, hogy felkeltem, ugyanúgy készültem, hogy megyek edzeni, készülök a versenyszámra, de realizáltam magam, hogy nincs tovább, de ennek a versenynek vége van, ezt lefújták, úgyhogy most kezdtünk el lebegni, örülni, ünnepelni, igen. Az a sok-sok munka így érik be, és háromszoros olimpiai bajnok lettél. Mit jelent az, hogy lebegsz? Lehet ezt írni szavakkal? Hát nem nagyon tudom leírni ezt az euforikus érzést, de próbáltam nem befogadni teljesen, mert nekem itt dolgom volt még a csapattal, úgyhogy letöröltem az összes applikációt, meg üzenetküldő applikációt a telefonomról, hogy ne is nézegessem. Rengeteg üzenetet kaptam, olyan hatalmas mennyiségű szeretet áradt a szurkolóktól felém, és ezért nagyon hálás vagyok, de igyekeztem ezt még abban a három napban az egyén és a csapat között nem magamhoz közel engedni, mert tudtam, hogy ez a koncentrációmat megzavarja, úgyhogy csak a feleségemmel, családommal, egy-két baráttal tartottam a kapcsolatot, és hát a csapat után telepítettem vissza ezeket az alkalmazásokat, és hát ugyanúgy jön tovább a szeretet. Úgyhogy elképesztő, hogy mennyi embert mozgat meg az olimpia, meg ezek a sikerek, és egészen különleges ezt megélni. És akkor városnézés se volt? Nem volt az, hogy egy kicsit akkor sétálok a csapatmérkőzés előtt? Hát ha hiszitek, hanem mi még mindig karanténban vagyunk, pedig már 12 napja a Tokióban, de még nem engedtek ki minket, csak a szállás, olimpiai falu, illetve a versenyhely között közlekedhetünk a hivatalos buszjáratokkal, úgyhogy két nap múlva, amikor már gyakorlatilag majdnem hazautazunk, akkor szabadulunk, úgymond, és lesz egy vagy két napunk, amikor itt a városban kitekinthetünk, de iszonyat elképesztő szigor van. Olvastam veled egy hosszú interjút a Nemzeti Sportban, és azt mondtad ott, hogy a sport pszichológusoddal ti kitaláltatok minden asszóra egy varázsszót, vagy egy mantrát, vagy egy motiváló kifejezést, amivel te fókuszba kerülsz, vagy sikerül megtartani a fókusz, és ezt te magadnak az asszó előtt, amikor pársra léptél, akkor te ezeket mondogattad? Abszolút, pontosan ez történt. Úgy indultunk neki a pszichológusommal, hogy rajzoljam le, hogy mit szeretnék, de megállapítottuk, hogy jobb lesz, hogyha inkább leírom. Nyilván az elmúlt két olimpia emlékekből elő turkálva, és azt megfogalmazva, hogy mit szeretnék érezni azokban az asszókban. Egyébként nem titok, ilyesmiket írtam le, hogy lendület, magabiztosság, türelem, tehát ezek voltak egyfajta kulcs szavak, amire így próbáltam emlékeztetni magam az asszó előtt, illetve az előző napokban. Ez is igazából a koncentrációt fokozza, ad egy magabiztosságot, tudatosságot, úgyhogy nekem ez a módszer most bejött nagyon. Hogyan tovább, Áron? Az ember elkezd már ezen gondolkodni? Vagy most egyre csak a lebegés, az öröm, és aztán, mit tudom, egy hónap pihi ismerve téged, talán többet nem is nagyon fogsz. Van-e már valami, vagy tudunk-e már valamit arról, hogy hogyan folytatod? Az a tervem, hogy folytatom. Igazából nem találtam semmilyen okot arra, hogy miért ne folytatnám. Szeretem, amit csinálok, sikeres vagyok benne, élvezem, úgyhogy azt hiszem, hogy ebben még van egy pár év, és megcsinálom a párizsi olimpiát is. Tehát most egy kis pihenő következik, ünneplünk a csapattal is, aztán majd szerintem olyan szeptember környékén veszemre újra le a szögről a kardomat. Nagyon-nagyon gratulálunk, nagyon jó utat kívánunk hazafelé, kellemes lebegést, óriási szeretet, óriási gratuláció, tényleg ez valami egészen elképesztő, úgyhogy nagyon-nagyon boldoggá tettél nagyon sok embert, és ezt köszönjük szépen neked, mert ez tényleg fantasztikus, és az egész csapatnak természetesen, mert tudom, hogy voltak azért csalódott pillanatok, de hát azért az a bronzérem is gyönyörű, úgyhogy gratulálunk neked és az egész csapatnak, mindenkinek, nagyon-nagyon megérdemlitek. Nagyon szépen köszönöm, köszönjük, átfogom adni.
mindenkinek. Balázsék a Rádió Egyen. Na itt vagyunk, 6 perc van pontosan 10 óra. Jó, hey, ja. Hívjuk még a naphallgatóját. Ki a meglepi telefon? Nem akarja elmondani, ezt én is megpróbáltam volna elmondani, de nem akarja elmondani. Legyen olyan meglepetés, amit soha nem árul. De nem is baj, nem mondja, csak most már zavar, hogy nem tudtuk adásba tenni, de nem tudom, én sem nem mondta. Balázsék? Ivo! Hát ez egy milyen kis visszafogott kis Balázsék ez volt. Ez. De ez egy zseni. De egy határozott profi, így van, meg is tapsoljuk. Hello! Hello, hello! Honnan tudtad, Ati? Hello, jó reggel, csáó! Számítottál ránk? Megmondom őszintén, igen, bár nem tudtalak, még hallgatni titeket, de ott az SMS írásnál még igen, aztán ott a munkai járulatság miatt. Érezted, mert mint egy jó futballista, amikor előtted már tudtad, igen, hogy ez lesz gól. Ez ott van, már megfordult, és ünnepeltél. Igen, azt írta nekünk, néztem Áront vívás közben, és azon gondolkoztam, hogy ezek a méhészek miért nem tudnak békében élni egymással. Gratulálok az aranyhoz, üdv Ati. Atikám, te vagy a naphallgatója, van egy ajándékcsomagod és egy plusz ajándékod, figyelj! Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Kislődi Sobrióska élményparkba, a Sobrióska élménypark és Strandió voltából. Na? 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 Szuper, nagyon szépen köszönjük. Bár nem tudom, meg gondolkozom rajta, hogy van egy 2 hónapos kislányunk, úgyhogy nem tudom, hogy fogunk tudni eljutni, de valahogy hát, szerintem... Miért viszitek a 2 hónapos kislányt? Csak ő nem fog kalandparkozni. Igen. Egyiket a kalandpark, másik ortok sétál a jó majd levegőn a kislányja. Később majd megmutatjátok neki a képeket, hogy ott is volt. Igen, jól érezted hát magad, babán. Igen. Jól van, hát menjetek a tudtok, küldjük, jó? Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm. Hello. Oké, ciao. Köszi, szia. Hello. Na jó van, gyerekek. Jó, bizony. Holnap péntek. Holnap már péntek? Bizony. Hogy elment ez a hét ilyen gyorsan. Hát most kezdtünk, nem? Autózik. Gyerekek, én rovom a kilométereket. Napi 200-at tolok most. Ezt, hogy ezt, hogy és bírod? És már nyakunkon a következő, Szabi. Na de! Szép napot mindenki! Oké, vigyázzatok magatokra! Ja, egyébként tényleg régen voltunk, úgyhogy lassan elkezdhetjük megfogalmazni az augusztusi szabadságunkat. Hát azért... Már nézegetem a régi képeket, a múlt hetieket. Utána szeptembertől decemberig nincs megállás, úgyhogy az augusztusnak még fújjuk ki az órát. Miért is az őszi szünet? Most nem lesz, nem? Vagy csak nálunk nem lesz? Valami ilyesmit olvastam. Nem lesz őszi szünetetek? Hát nekünk egy kicsit más a suli, de igen, lehet, hogy akkor az ott én, vagy én olvastam, amit rosszul, vagy... Valami biztos, hogy adnak valamit. Vagy lesz, csak nem azt az e-mailt olvastam, vagy nem is olvastam e-mailt, hát ki tudja. Még hagyjuk, még olyan messze biztos, van. Őszi szünet, nem őszi szünet, lesz online oktatás, lesz a 4. hullám alatt. Úgyhogy... Nem, az már nem ezt lesz. Ezt meg se hallottam. Emelkedik a szennyvíz koncentráció. Jó. Egyébként ez egy fontos. Teljesen így van. Igen, ha kevesebb a kula. Próbálom széntablettával lefolytani magamat, ha csak 3 naponta menjek, de így is emelkedik. Ezek mindig mérik. Na jó van, jövünk holnap, vigyázzatok magatokra. Szevasztok, ciao. Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek.